egészen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balandjai. A dédelgetni valóan bűbályos, óriás bébi, Vadon János! A Velencei tóhoz száműzött Mikes Kelemen, Rákóczi Feri! A bioritmusát a hallgatókért minden reggel keresztre feszítő Sebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Balázsék! 6 óra után 16 percen itt vagyunk, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Csúszva, itt vagyunk. Nyári kezdés. Nyári időszámításban. Is van, gyerekek, nyári időszámításban te vagyunk. Te jó kis, ilyen bícsis esküves feelingbe vagy most. Na látod? Nem vászol. Ez egy időben mennyire, most nem azért, mert most is megy. Hát nyilván nem venné fel. Ha nem menne, akkor nem venné fel. Mindegy már, hogy mi megy és mi nem. Egy bizonyos kor fölött már azt számít, hogy kényelmes legyen, vagy nem. Már a divat megy utána. Ne látsz, hogy rajta befostál. Hogy azt akartam mondani, hogy egy időben nagyon mentek ezek a Maldív-szigetek, nem tudom, homokos tengerpart, meg mezitláv vagyunk, és akkor mindannyian fehérbe öltözünk, és akkor kimenjünk, és akkor nagyon minimálba toljuk, de valójában marhára nem minimál, tehát tudjuk, hogy ez nyilván rohadrága. Egyébként nem. Nem? Képzeld, de én pont most beszélgettem egy ilyen párossal, azt mondták, hogy összeszámolták, ha itthon vannak, akkor meg kell hívni 100 embert, mert ugye mindenki vagy mondjuk 50-et, tehát ja, úgy kezdődik a lagzi, hogy 7 millió forint, meg ilyen összegek vannak, nem hiszed el, hogy micsoda pénzt dobnak ki emberek a lakodalomra. Mi történik? Veszel a Maldív-szigetekre 2 repülőjét, meg egy szállást, nem tudom most ez mennyi, mondjuk igen, 1,5 millió. Uh-huh. Mi lehet abból hozni? 1,5-ből? Maldívot? Hát attól függ, milyen rezortba mész. Na oké, de egy nem nagyon rezort, egy kicsit rezort. Igen. 1,5, vagy mondjuk azt, hogy 2, elviszed, le kell fordítatni az összes iratodat, kint adnak egy rendes házassági anyakönyvi kivonatot, azt hazahozod, lefordítod, és van egy nagyon jó nyaralásod, egy életre szóló élményed, a válásig. Egy rakás fotó, igen. Egy rakás szép fotód, és egyébként nem volt herceg, úgyhogy nem dobták ki 2 millió. Aha. Hát, ha én házasodnék, én csak így. Meg nem is kell túlöltözni a dolgot. Tehát nincsen egy nagy, ilyen esküvéről, olyan. Ez a lemvászon cucc. Ez az igen. Fehér. Vászon, lobog rajtad, nem kell sokat gombolgatni. Kényelmes egyébként, átfújja a szél. Igen, nagyon szeretem. Most én megtaláltam, aztán valahogy felvettem ilyen Hawaii Beach feeling. Menő, de naci jó kezel. Jó. Köszönöm szépen, Rézi. Hallod? Valamit akartok tőlem. Én nem szoktatok dicsérni. Jó, szép. Szét alatt nem dicsértek ennyit. Hát ez annyira jó, egy jó pipa korának. Valahogy erősak vagytok. Nagyon. Hát nem, mert nyilván... Valami van itt a levegőben. Nem, azon gondolkodtunk, hogy tegnap beszéltünk az évfordulós ajándékokról, hogy most 15 évet csináljuk a műsort. Legyen egy kis évfordulós ajándék? Hogy mi? Egy üveg. Egy arany Rolex mindenkinek? Nem, annak csinál térbegrész, tehát ez önmagában már szerintem egy nagyon szép ajándék. Mai a térbegrész? Az nem ma lesz. Ma lesz? Szerintem ma lesz. Szerintem nem, mert úgy pakolta ki a reggelit, hogy öröm nézni, amit hoztam. Szerintem csinál mellette, igen, mert ugye tegnap megkérdezte Balit, hogy szeretne tejbegrészt, hogy szeretne tejbegrészt. Azt szerintem még tegnap előtt volt. Tegnap volt. Na, és akkor számon kérjük. Azt tudjuk, hogy ez egyébként egy menekülési út, mert alapvetően Balázs ugye a tejbegrészt szereti, de a rizs az... De jó a tejbegrészt is. De a tejbegrészt is nagyon finom. Ó, csak legyen belőle. Elég jó lesz az. De csak úgy, hogy mellesleg még csinált egy pár ilyen kis pirított kis kenyérkét, kis ezt meg azt meg amaszt, tehát ő... Á, Isten, nagyon jó nagymama lesz egyébként. Mit kapunk? Itt lap. Ferencnek kicsit félve. Tejbegrész igénylő lapot nyomtatod, megőrülsz, nem hiszed el. Óriási. Kérem, tegyen X-et az ön számára megfelelő sorhoz, és írja rá nevét, köszönöm. Édesítőszeres fahéjaszórással, kérem. Igen. Édesítőszeres holland kakaóporszórással, kérem. Egyetérte ön a brüsszeli szankciókkal. Igen, veszteres soros. Anna, ez valami... Igen. Vannak benne titkos kérdések. Ön érinti a migránsválság. Cukros fahéjjal, kérem. Cukros kakaóporral, kérem. Zárójelben Nesquik. Aha. Hát én teszem is az X-et. Ha? Azt mondja, cukros fahéjjal. Édesítőszeres fahéj nem. Most vajon szint. Cukros kakaópor, gyerekek, cukros kakaópor. És kicsit tényleg olyan, mint egy ilyen... a Balázs, mint B, hogy tud, hogy kiraktod az X-et. Én cukros kakaóporra. Júj, de jót fogunk ma reggelizni. Ú, de fincsi lesz.
Az az, a krisztetszük, te fahéjban nyomod. Én inkább a kakaó, inkább a kakaó. Édesütőd, ez holland kakaópor. Vajon? Vajon? Várj, a hollandokkal jobban vagyunk. Ugye, meg a burgert le kellett folytani tegnap. Én megittam még fél liter kólát itt az étel-ben. Bevertem, és nem is ettem egész nap semmit. Csak egy kis dinnyét. Engem az annyira eltelített, és annyira kerek volt, hogy én nagyon megvoltam azzal. De majd tejbekrízzel tudok turbósítani. És a végén így fellélegeztem, így összepakoltam mindent, hazamentem, és a Virág azt mondta, hogy csinálj nekem meg a burgert. Apa. Nekem is. Úgy, azután, hogy háromszor mostam el mindent, én gyönyörű szépen mondom, hazamegyek, elfelejtjük ezt az egész sztorét most egy időre. Az egyrészt azért, mert láttam egyébként, nagy sikere volt. Nagyon finom volt. Mindenkinek imádlom nagyon ízlett, csak hát aztán olyat kaptam, hogy az internet. Nem, az íve volt jó az adásnak. Az íve az volt nagyon jó. Az jó volt. Ami igazából utólag esett le, hogy az Anna összefoglalta, igen, hogy jön a vega. Igen. Csinál 6 darab vegaburgert, a legnagyobb gondossággal kiválogatva. De tényleg csak azért, hogy jól érzed magad. Népszerűsítve, hogy milyen finom dolgokat ehetnek a vegák. Hát, ha csak ketten átálltak tegnap és megkóstolt, és azt mondják, én is vega leszek, már nyertünk van. De a vegán... Megkóstolom legalább, ne is álljatok át, kóstoljatok meg. Jön a vegán, vagy 9-kor, nyakon szúrja a vegát, igen, és azt mondja, hogy te ugyanolyan kártékony vagy, mint a húsevő. A két húsevő meg röhög, és az egésznek az íve, az a vega, aki csinál vegaburgereket, hogy védje a földet, majd jön a vegán, és leszúrja a vegán. Csak 20 éve nem vett magához állati táplálékot. Zseni volt. Húsi Gábor, vagy nem tudom ki. Igen, én csak egy kis vegetáriós srác vagyok, aki bejött és sütött pár kis ilyen kis vega húspotlékot. Megérkezett az adásba Húsi Gábor. Kollégáinak, hogy jól érezzék magukat, hogy legyen egy kicsit kerek a reggelük, hogy adjon valamit, hogy de tényleg ebben nem volt. És leszúrta a vegát. És aztán a végén torkon szúrnak. A torkon szúrta, hogy a vegák nem tesznek eleget a világért. Én állok hozzá a legközelebb egyébként a csapatból, de rögtön. Tudod, mi a bajuk? Mit? Tehát pont minden. Minden a bajuk, igen, ez tegnap Husi úr beszélgetéséből kiderült, hogy elég sok baj van, de hogy ti elhitetitek a világgal, hogy jók vagytok nekik. Aha. Ez az igazi jóknak. Én még csak, igen. Érted, hogy te elhiteted, és közben tojásokat gyilkolsz, meg sajtokat, persze, te állat. És ha még el akarnám hitetni, de hát ugye én ezerszer elmondtam, hogy jött együtt dolgozom, engem nem érdekel, hogy ti mit csináltok. Csinálj, igen, mindenki, de az íve volt jó, hogy te a vega, jön a vegán, itt ül az ország legnagyobb húsevője, böllére disznóvágója, a másik, aki azért nem eszik annyi hús, de szintén nem veti meg. Finoman félre lett tolva. Félre tolt bennünket, és nyakon szúrta a vega. Félre lettem tolva, így. És a húsevők rögtek a markukba, ezt nem hiszem el. És kaptam tőle egy olyan állat, hogy... Nagyon vicces volt. Miközben egész reggel vegaburger csináltál. Ja, igen. A lehető legtöbbet tettél a földére az tegnap reggel, de erre jött a vegán és torkon szúrt. Mi ezt nagyon szerettük. Ez egy jó beszélgetés volt. Ugye tegnap ilyen vegán aktivisták csináltak Zamárdiba egy ilyen vérrel leöntős mesztelen performance, és erre hívtuk Husi Gábor, talán nem tudom, hogy Gábor, mindegy is. De már neve is nagyon jó. Aki leszúrta Janit, hogy igazából semmit nem tesz. És ugyanolyan, mint egy húsevő. Hogy nincs különbség. Úgyhogy gyönyörű íve volt hát a tegnapi adásnak. Nagyon-nagyon szeretünk. Megnyertem. Lobogtatod a zászlót, érted, hogy te aztán ott vagy 20 éve. Puff! De hát ha még lobogtat, tudod, ha még lobogtat, hát nem azért tudod. Elmondod, tehát, hogy, hát ugye, persze na. Elmondom, a kíváncsira valaki, de aztán tényleg azt csináltok, amit akartok, de ehhez képest, na, hát nem sok jót tettem a Friedel az elmúlt 20 évben. Tegnap megkaptad, mi meg rögtünk a markunkba, mert megcsináltuk az adást, zabáltunk egy jó vegaburgert, hazamentünk. Így van. És nem bántott bennünket senki. A Janit balról szedték a vegánok, hogy miért nem jó a vegaburger. A vegaburgeresek, hogy ez még nem igazi vegaburger. A húsevők, hogy ez nem vegaburger, és ne hívsz hamburgernek. Egy napig két szatyorral bejövök, fél órával korábban kelek. Annyira jó. Egész reggel sütök, főzök, amit akart, érted, mindenki majd jó. Majd ízekre szed meg. Így van, aztán pedig így igen, egy picit álljatok félre, Balázs, kicsit Feri, egy picit álljatok. Puff! Jött a gyomros. Egy irgalmatlan bevitt. Milyen a konyhafőnök, ha már főzés gyerekek? Milyen a... Nézi valaki? Nem, én nem nézem. A nézettség az jó volt, csak hogy jó a műsor maga. Jól főznek, finomat főznek, jók a civilek, izgalmas, mert nem látta senki. Akkor mindegy. Te furakodsz be a tegnapi adásba, ezt írta valaki. Bezzeg Feri hiába ácsingozik a konyhafőnök után, oda is Balázs furakodott be a tegnapi adásba. Mi van? Te engem csak fölhívtak valamiért telefonon. Várjál, mert főzési kérdésben. Mányi is elég, hogy látták, hogy esik a nézettség, és hívjuk föl Bali. Le Balázsot, kérdezzük meg, mit csinál. Nem, valakit beajánlottak hozzám, és fölhívtak telefonon. Én éppen forgattam, és akkor a Jenő fölhívott, és ezt a részt szerintem bevágták a műsorba. Aha! Én kaptam egy hívást, és mondjuk Rácz Jenő a másik oldalon. De én nem tudtam, hogy ők forgatnak. És forgattak, és megkérdeztek bizonyos dolgokat, és akkor én arra válaszoltam, és azt ők berakták a műsorba, és utólag mondták el, hogy ez jó, mert a mind hárman ott voltak.
De én... Ennyi, benne vagy ebbe is, kész. Persze, oda kerültem, de vicces, nagy vicces volt. Nagy munkákat ígértek, ugye erre az ünnepi évadra, születésnapos évadra. Uh-huh. Igen. De én most még nem néztem bele. Az a Fröhrer volt ott, aki gitárokat tör az X-faktorba, ez igen. Elment főzni. Őrűz. És engem fölhívtak, hogy vegyem át a gyertekádba. És akkor erre mondtam valami nagyon vicceset, hogy vállaljam már be. Úgyhogy csak így voltam. Na mindegy, csak hogy milyen volt a hangulata, de akkor nem nagyon láttátok, vagy nem néztétek. Nem még. Hát ilyen jó, ilyen nyári estén én is a földvári kikötőbe üldögéltem. Italoztál a posztot. Én is szekvényeket szedtem szét, és könyveket kötegeltem. És még mindig szívott ki a vizet, tudod. Az a baj egyébként, hogy tényleg. Tehát, hogy már nem a szívet, a vizet nem, de hát figyeljetek, ez. A penész hosszú. Ez hosszú lesz. Hosszú. Az, ez hosszú. Én bélis iszogattam ilyen nagyon nőies módon egyébként. Igen, mert láttam azon, először azon gondolkozom, hogy mondom, fehér orosz tízol. Hogy a nőiesen tangába? Hát igen. Kidrúzsozott szárral. Igen, most előre a poharat, hozd már be. Nem, mert a gyerekek a földvári kikötőbe pecáznak most elég sokat. Fogas, süllő, minden van gyerekek, minden van. Várom. A taverot. Az a Prigozsin. Most már majdnem lehet, ez már Varsó könyv. Prigozsin már Varsóban van. A földvári kikötőnek a végén van egy nagyon jó kis koktélozóhely, ahol ott esik be a nap előtted. Így tulajdonképpen. És akkor ott szoktunk így dögleni. Aha, tehát kimentek horgászni, uh-huh. Gyerek horgászik, te iszol. Ennek az eredmény mocskosul be szoktam ott rúgni. Hol egyedül, hol Vikivel, ketten üldögélve. De amúgykor egyedül sikerül. Olyan makonyára innom magam, hogy is értem, alig tudnak felállni. De hát nagyon, mert biciklivel megyünk sokszor, csak akkor hazatekerünk. Persze, azt meg lehet. Aztán nem hiszem, akkor visszajön a kocsival. Persze, a részekerékbáros megvezetni a helyát, a és ennek nagyon örülök, mert a földvári kikötő legvégén van a mólóba. De ezek szerint eltartod ők. Nem. A szokásosat, hogy rosszít, hogy itt van tartás. A szokásosat egyből négyet, így indítok te, és mindegyik dupla, és akkor nem kell jönnöd egy ideig. Tehát ez... Sok jeget hozzá, hogy ne legyen meleg. És ne gyere. És tényleg ott esik be a naplemente egy előtted. Tehát kvázi a vízre van építve a kávézó. Nagyon jó kis hely. Illetve jók az italok, semmi extra. Föl lehetne dobni azt a helyet, hogy jó legyen. Pont ezt beszéltük tegnap, hogy ez a hely az Olaszországban van, Barin és Rádázira. A földközi tengere, uh-huh. Akkor van egy DJ. Jó burgeres nem keresnek, jövőre ráérek. A jó burgerest igen, de nem vega burgeres. Ja, hát, no. Te is tudod, hogy az egy... De nekem úgyis mindegy, hát most már csinálhatok bármit. Szóval meg lehetne azt a helyet jól csinálni. Egy kis hangulattal, élő zenével, DJ-vel, kis növényzettel, de mindegy, jó ez. Úgyhogy ott. Figyelj, ha tulajnak jó, akkor... Egyébként ez olyan, igen, hogy te belelátsz egy csomó dolgot, te azt mondod, hogy kéne ez az amaz, ő meg azt mondja, hogy családiba üzemelteti, örül, hogyha a NAV nem jön, csendesen el vagyunk, az kész. És akkor mindenki beül naplementét nézi, és akkor 10-kor mindenki eltűnik, pedig ott olyan jó bulikat lehetne csinálni DJ-vel vagy élőzenével, olyan jó az a hely. És ez hogy van, tudom, hogy hogy van, mert ismerlek. De hogy az hogy arra, hogy így időnként így megébredsz, és akkor elkezdesz béliszt inni így a semmiből. Ez általában tehát, béliszt az a levezető ital egy nagyobb berúgás után. Ha? Az egy kilépő. Tehát az egy-két napig ilyen... A zakapától hogy jutsz el a béliszt? Már nem, vodkán vagyok. Ja, bocs. Vodka kúra vagyok, a rum az nem, de hogy mondjuk volt egy nagy berúgás, mondjuk 3 napja. Igen. És akkor utána ez egy hétig levezetés. Tehát, hogy nem kívánom a töményet, nem akarok berúgni semmi, csak vágyom valami... A szervezetet, valami kis alkohol vágyom, de mondjuk... Igen, és akkor így mit tudom, iszom egy béliszt, vagy iszom egy gin tonicot, de nem durván, mit tudom én, 6 dupla vodka szódát, hanem csak így mit tudom én, egy béliszt. És akkor az ugye elkorcsolgat. Tehát a béliszt az alkoholisták infúziója. Tulajdonképpen igen. A béliszt én azért szeretem, mert egyszerre desszert, egyszerre kielégít az édességvágyadat, egyszerre elveszi az étvágyadat, egyszerre van benne egy kicsi alkohol, amitől berúgsz, és egyszerre egy ilyen kávés likőrrel úgy kicsit ugye az édességvágyadnak is kedvezel. Tényleg nagy igazság, mert a béliszt ez pont ilyen. Tehát hogyha azt mondja, hogy nincs desszert, észre egy béliszt, meg is van. Meg vagy. Igen. Két dupla bélizés, és tulajdonképpen így meg is vagy. De nem is igazán rúgsz be tőle, de hogy kicsit úgy elmajszolsz valami édességet. Tehát, hogy így például éhes vagyok, de nincs kaja egy bárba, akkor is béliszt szoktam, mert a kettőt iszom és meg vagyok. De nem nagy berúgás a béliszt, tehát nem az, hogy azt arra iszod, igen. Hát, sokat iszol belőle. Sokat iszol, megmondod, hogy két dupla után, hogy meg is vagy igazából. De az egész nyáron talán kétszer ittam alkohol, tehát hogy nem vagyok egy ilyen nagy alkoholvájban most, csak így valahogy így 2 nap jött, üldögéltem egyedül a földvári kikötőbe, ezt mire észrevettem. Amikor nagy a baj, akkor... Kétszer étel alkohol, csak közben nem tartottál szünet. A Dodge-emnél már rám szólt a gyerek, hogy ne üvöltözzük ki hangosan. Bedobtam a zsetont! Bedobt! De már régen nem zsetonnal megyünk, Balázs.
túlfűtött apuka. Steakbárban szoktak jó bulik lenni, nem így kettőig bulisztunk ott. Na, akkor még bulik is vannak. De akkor csak én nem. Itt valaki írja, hogy múltkor volt egy szaxofonos csaj, de olyan rossz volt, hogy majdnem bedobták a vízbe a hangszerrel együtt. Úgyhogy... De akkor szoktak élőzenét tenni, az tök jó. Marcellina. Az nem csak. Marcellina PJT. Marcellina PJT, volt, és pontosan. Mi volt a PJT? Fogalmam sincs. Oké, okay, meg vagyunk. Ez volt a zenekar neve. Bali Józsi és Tamás a kísérő csapat. Na jó van, gyerekek. Víz van még? Meleg? Milyen? Én tegnap voltam fürdeni. Hát fél 27-28, már ilyen beleesel. Tehát, hogy nem víz hűt. Van, de nagyon nagy nem hűt, nagyon meleg. Nem, most tegnap elég durva idő volt ebben, aztán úgyis így kinyitjuk a este a vizet, kis garázs szellőzzel át, stb. Menjek ki, egy kis dohosszak. És melegebb jön be, mint ami egyébként benn volt. Mondom, nem sokat ér. Zseni. Semmi, de most hajnalban is hiába. Én is reggel kimentem kávézni, mondom, átszelőztetem a lakást, hát tök fölösleges volt. És nem tudom, mi van nálatok szúnyogfronton. Nálunk most volt egy megnyugtató hír, mert szeptember elején fognak szúnyogot írni. Figyelj, 5 percre mész ki az udvarra, 10 csípés minimum. És szeptember elején már hova? Minek? Mit? Hát úgy is meghalnak hát a hidegben. Mi is ezt nem annyira értjük, ezt a dolgot, hogy, hogy akkora meg már minek. Este van egy ilyen 15-20 perc, amikor jönnek, de nem vészesen, tehát ki lehet bírni. Egy ismerősen volt fönn most nálunk a Kulcsról, a Dunapartról, és azt hiszem megdöbbent, hogy mennyi szúnyog van nálunk. Hozzájuk képest is. Pedig ő Dunapart. És valószínűleg emiatt, ez is emiatt, még emiatt a villámárvíz miatt van, mert rengeteg volt a pocsolya, szépen ott akkor... Ordosorosos szúnyoglárvákat, azok kikeltek, és most laklatnak ott minket. Nincs elég bajunk? Végezek is. Igen, szeptemberben már minden, mondjuk lehet írtani. Lehet, csak már ott akkor minek. Hát annyira káros, hogy tudsz, amiről írtanak, tudod, hogy nem merik rálőni az emberekre, ők is tudják. Brutál. Csak Móni mondta tegnap, hogy már a testápoló helyett csak linerint használok. Igen. Tehát, hogy ez egész testét kell, hogy bekenjem, annyi csípés van rajta, hogy hihetetlen. Darazsat tudok adni, így ha van. Kell, mert az most nálunk sok van. Hát ez nem azt talán, azt talán sok, meg ezt a esetleg allergiás reakciót is vált ki, szúnyognál meg, hogyha a célirányos a szúrás, akkor a mellére, még jól is mellére, jön. A mellére. Igen, egyébként jó az a meleg, gyerekek. Jó, hát legyen nyár. Legyen még nyár, igen. Azt mondja, hogy mennünk kell, jó, lehet jelentkezni játékra, fél hét múlt 2 perccel, ha van friss közlekedés, küldjetek, jövünk a hírek után, igen. Balázsék a Rádió Egyen! 3-7 lesz, 2 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, időjárásunk. Kánikula, zivatar, vihar, szél. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Hóesés és minden más gyereket. Persze, meg ja. Majd meglátod, majd ott fogsz sírni, hogy viszi azt a maradékot is az árvíz, öcsém. Na, mindent elvisz a víz. Nincs maradék, víz. Feri. Semmi nincsen, nem marad. Nincsen. Na figyelj, az a helyzet, kis haver, hogy tegnap bekóstoltak itt téged, érted, megrángattak, igen. Összerágtak, majd kiköptek a vegetáriánusok, a vegánok, és most jön az, a húsevők, és jogosan. Arra gondoltam, hogy megvigasztalva azt a buksi kis fejedet. Na. Érted, hogy kapsz valami, aminek nagyon fogsz örülni. Most azt mondanád, fel a feje, Jani. Na, menjünk tovább. Mehetünk, hajrá, jöjjön a mit? Játék. Intézte nekem valami? Intéztem neked valamit, egyenesen Svájcból. Csoki. Mi? Nem. Mi az, amire Svájcból szükséged van? Egy Patek Philippe. Az nem rossz. Az nem volt, 8 millió nem volt, olcsó. De várjál csak, várjál. Van... Hát várjál, ha már rákérdeztél, egy állampolgárságnak. Nagyon örülnék meg egy ottani nyugdíjnak. Kérlek szépen, az a helyzet, hogy van nekünk egy nagyon jó barátunk Svájcban. Igen. Ott él most már, egyszer meséltem róla, ő egy fogtechnikus csávó, aki egyszer csak ott... Mosolyog a kevesebbet a nagyúnak. Aki megcsinálja, elfogadja az végre. Vállalhatóan tudja nevetni, hogy most már mi is látjuk. Egyelőre úgy voltunk vele, hogy új padlószőnyek, ne haragudjatok, de majd megcsináltatom. Nem, hogy nagyon-nagyon ciki vagy. Na, és ő az a csávó, aki fogtechnikusként kint ragadt, és most kérlek szépen az Alfa Romeo Forma 1-es csapatánál dolgozik, és ő csinálja a kis terelő elemeket, de nem ez a lényeg. Ja, benne, csak ha nevet nekem egy úgymond, hogy Toblerone. Mindjárt megértem. Azt a nagy Toblerone, emlékszel a nagy Toblerone? Azt ő küldte. Az brutál volt. És hát ez a fiatalember úgy érezte, hogy hozni kell neked valamit. Kaptam egy légterelőt. Mindjárt meglátom a Hondát. Semmi köze ehhez. Ja, igen. Mindjárt meglátod. Na, igen. Gyere Tibi, told be. Nem hiszed el, mi az. De ezt tudod? Ne. Még ezt nem tudod, hogy ez micsoda. Hello Tibi, itt van Tibi. Sziasztok.
Ciao, Tibi, gyere, Tibi, szia, Tibi. Tibi, ebbe tudsz akár beszélni csak egy pár mondatot, hogy mi ez, hogy megértse a Jani. Szerintem lehet, hogy értem, lehet, hogy tudom, mi ez. Tényleg? Várjál, tudni tudod? Hogyha ez... Ez az egyébként. Megőrülsz. Azt mondja, hogy ez egy kerékpáros magyar csapatnak a... Ez egy világháborús kerékpár? Így van. Második világháború. Jani, megőrülsz. Ez egy eredeti... Ez egy eredeti második világháborús, svájci hadseregben állandósított közlekedési eszköz. De nagyok vagytok. Hát ez nagyon jó. Hát ennek nagyon örülök. Mivel, hogy Jani, ugye mind a haditechnika és a történelem, és pláne a kerékpározás, így úgy gondoltam, hogy ez itt passzol. Te nagyon jó fej vagy. Nagyon rendes vagy, egészen extra a cangba egyébként, de a máza, meg minden, ahogy kinéz, az tényleg a második világháborút nagyon idézi. Nagyon durva, mert ugye... Jani, ez 80 éves, ez szerintem még egyszer ennyit kibír. Zseniális vagy, hát ez nagyon szépen köszönöm. Élő adunk élőt róla, meg tudjátok nézni mindjárt. És tényleg nagyon betaláltál, mert ugye amikor sokszor például ugye a második világháborúban a magyar csapatokról beszélünk, és akkor mutatják ezeket a Csaba páncélgépkocsikat, meg a kerékpáros magyar egységeket, ahogy a Donkanyarba vonulnak, akik mindig így valaki meg, mindig így megszokták őket így mosolyogni. És soha nem mosolyogtam meg őket, én mindig arra gondoltam, hogy atya úristen, egy felmálházott kerékpárral ki gurulni gyakorlatilag több száz kilométert, vagy éppen 1000 kilométert, és úttalon utakon ezek kell haladni, hogy. És most már tudni fogom, hogy hogy. És az úttalan utak jelenleg meg is vannak lőrincek. És remélem használni is fogod. Viccelsz, persze. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. A gyanúsan van már rajta egy kicsi extra, a bovdenes ték. Az minden. Az úgy más nem lehet. 40-es években minden. Már volt bovdenes ték. Hát dobfék is volt, látod, 43-ban. Azt a mindenit. Egyébként nagyon jól néz ki, csomagtartó a mindennel, de komolyan, biztos... A klasszikus bőrülés óriási rúgókkal. Nagyon örülnének nekem bevinnéd egy vaskereskedésbe. Igen, örülne szerintem. Valószínűleg, aki most otthon nem őszinte mosolyal hallgatja a rádiót, még egy bring. Hát a sokadik bringa. Neki ez még egy bicikli csak a garázsban, amit kerülgetni kell, nekem nem. Ez csodás szép. Ez egy a legnagyobb bajod. Ez nem, hát így nagyon-nagyon aranyos vagy, nagyon szépen köszönöm. Aztán egész. Nagyon szépen köszönöm. Fölhívott. Hát ez nagyon szép. Tibi pár hónappal ezelőtt, hogy szerzett 2 ilyet, hogy nekünk akarja adni, mondom, hogy nekem ezt a szart biztos nem, de a Jani biztos örül. Nagyon durván néz ki. Könnyen, mint az e-bike-on. Hát jó, oké, de ez 30 kilós az aksik miatt, vagy 16 legalább. Ja, és az az ülés is eredeti? Tehát az ülés, minden, az egy második világháborús ülés ott rajta. Azt... Benne van az évszám a nyerekbe, megőrülsz. 1994. Megőrülsz, nagyon durván. Picit utána fogok olvasni, vagy vannak róla információid? Annyi, hogy tehát ez, amikor kompletten fel van szerelve, tehát van a vázban egy táska tartozik, előre azt hiszem hálózsák, hátra még, tehát ezt igen. Tudod szépen pimpel. Persze. Hát ez nagyon komoly terszállítás a alkalmazott kerékpárból. Ez a vázon is ugye látszik. Sokszor lehet látni olyan fotókat, vagy hát, hogyha valaki utána ásogat a dolognak, hogy például mit tudom, egy géppuskát vittek rajta. Tehát egy MG42-es géppuska még így volt keresztbe, így a vázon, meg rakasztáskák, azt meg ilyesmi. Föl tudod ide rakni egy kicsit, Feri, hogy látszódjon, hogy meg tudod emelni, Jani? Janit. Nem. Adj egy másik kép kivágás, Gyülci, róla. Jövök haza. Na csak, hogy megmutassuk, ha majd élőzünk, akkor legyen értelme megmutatni. De jól fog mutatni majd a Penny Market előtt a lőrincet. Az a baj, hogy beviszik a mélybe. Oda néz. Ez egy csoda. Ja, jó, mert én a live-ba még, Feri még csak most viszi. Na, szóval hogy ez így néz ki valójában, nagyon durva. Nagyon. Klasszikus filmes jelenet, elkezdett leszakadni a pultról a történet. Igen, sajnos eltört a villája, nem lehet pótolni ez egy. Na így, ilyen a bringa. De minden mindenki a saját oldalára úgyis csinál felvételt, csak meg tudjátok nézni. Nagyon komoly. Nagyon, hát figyeld, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon ez egy nagyon szép ajándék. Mi köszönjük. Már mit? A műsort. Ja, és akkor én miért nem kapok valamit? Kaptad a csokit, Bali. Azt a családet, te hét. Felugrasz a vázra, visznek egy kört. Na igen.
Jó van, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél meg, Na még van, ne csinálj még valami, na most már tényleg elég. Nagyon kedves, szeretném jótékony célra felajánlani. Igen. Eredeti Raikönnen versenyruha. Aha. Nagyon jó, hát ezek a jótékonykodási dolgok, ezek kicsit nehezen végrehajtatók. Ezt gondoltam. De hagyd itt, és akkor valamit kitalálunk. Ilyenbe versenyzett a Raikönnen. Ja, ez az övé? Ez az övé. Benne van az izzadsága? Ide, kérdeznek akartam, hogy mi ez a vodkaszak. Hogy... ez minden. Ez egy Raikönnen, ez még amikor Forma 1-es volt? Nagyon, de honnan szerzeli erre? Mert ott dolgozik. Ja, ez igaz. Ő az, aki azokat a légterelőket. Miért jöttél ide, és egyébként és kivagyta, és miért hoztad ezt a valamit? Nagyon menő, dob csak le, és akkor kitalálunk rá valamit, jó? Tibi, nagyon köszi neked még egyszer. Nagyon örülök, és minden jót kívánok. Mész is vissza? Jövő hét szerdán mész. Uh-huh. Jól van. De most szakítottam egy kis időt. Ügyesen. Ezt leakcióztuk. Ügyesen. Fél, nagyon durva. Egyszer... valamit csináljátok a Verlával, hogy kicsit jobbak legyünk. Jó? Tudom, nem. Most nem van rajta a buli. Egyszer megyek vele szerintem egy Balatonkört. A súlya miatt most egyelőre csak egy bánkító kört megyek, ami itt egy 0,8 kilométer. Jani, a fékre vigyázz, mert inkább igen? Lassító, mint fék. Aha. Jó. Hát ugye ez a klasszikus ilyen merev, tengelyes fék, ami rányomja fent. Az első, a hátsó viszont ez egy extra dobfék. Aha, igen, azt néztem, dobfék van rajta, hoppácska. Tehát, hogy így, hát szenzációs vagy. Szenzációs. Valaki már 200 000 az a ruháért, gyerekek. Igen, na jó, azt majd kitáljuk, megy itt a licit, nem minden érdekesen. Elmegyünk belőle vacsorázni. Egyébként ez jó. Nekünk jó. Patis a gubát, ha meg. Tényleg, köszi neked. Köszi, csáó. Nagyon szépen köszi. Hello. Valakit pedig csak az egészből annyira ki, hogy híztál, Balázs? Nem, ha borostás vagyok, akkor mindig, mindig kicsit pufidnak nézek, ilyen vászpenceres az arcom. Na jól van, gyerekek, oké, hát akkor ez János, szépen. Akkor bővült a bicikli gyűjteményed. Most már van országúti, igen. Van e-bike-od, van Bianchi-d, van svájci, második világháborús bicikli, fél lassan. Liga kereskedést gyújthatsz egyébként. Kíváncsi vagyok, vagy utána lássuk tényleg, hogy honnan szerezhették be, mert ők ugye azért semlegesek voltak, hála jó Istennek, illetve hát a politikájuknak köszönhetően, de valószínűleg szerintem német lehet. De attól azért, mert ők nem voltak benne a vásárlókban, attól lehetett neki, nem is volt hadseregük se? Valami minimális volt, ez az utolsó egy bringájuk maradt. Ők ügyesen csinálták, ők csak befogadták. Ügyesek, okosak voltak. Befogadták a dollóvét, meg az aranyat, meg minden, és azt mondták, majd mi elintézzük, majd adjétek. Vigyázzunk rá, ahogy szabadultok, meg vagyunk. Így van, aztán nem. Igen, voltak, akik nemet tudtak mondani Hitlernek, érted? Bármekkora cimborák is voltak, láss például Franco, tehát, hogy... Igen. Na jó van, gyerekek, akkor még játszunk egy-egy gyorsan, belefér. És akkor hát ez egy van, hogy ezzel haza kell bringáznod. Tehát ez a kihívás, ezt akkor véletet haza tudod úgy, rá. Hogy hát tudod, ez... hajtod a tiédet, és ezt a kormányánál fogva. Persze, nem nagy ügy, hiszem most is a sajátommal jöttem, felrakom a hátamra, rágom, hogy pókozz. Nem, megoldjuk. Na, hívjuk a játékos közben. Itt van a játékosuk. Halló, jó reggelt! Szia, Gábor vagyok. Sziasztok! Hello, ciao Gábor! Honnan hívtál minket, Gábor? Kérlek szépen, Szeged mellől Sándor falváról. Más néven Alexander Dorf. Azt a mindenségét neki. És mivel foglalkozol, Gábor, mit csinálsz? Én kérlek szépen egy hűtés és hűtésszereléssel. Hűtés-hűtésszerelés. Ez jó, télen is van melló, nyáron is. Nagyon jó. Úgy van. Nagyon jó. Nem kell unatkozni soha. Kit választottál a játékra? Jannit választottam. Miért? Na, ez az. Hát egyrészt azért, mert ő is kutyás, én is kutyás. Másrészt azért, mert nagyon pofátlanul 100%-on áll. Így van. Te vagy az utolsó, reméljünk. Meg, és ráadásul aztán... egy gyilkos. Igen, ez tegnap kiderült. Egy utolsó. Most megvan hasonlítva, megvan illetődni, de most meg tudod fogni, ilyenkor egy kicsit megilletődik, nem figyel, nézi a biciklit, elgondolkodik. Igen, most meg lehet fogni. Meg most éppen azon gondolkodom, hogy magyarázom meg tényleg Móninak. Micsodát? Hát az, hogy... Megérkezett a negyedik bringa. Igen, két-három kerékpárkor megszabadulok, és akkor jön mellé még egy, meg még... Figyelj, én láttam egyébként Instagramon ilyen nagyon-nagyon jó kerékpártárolót a falon. Valami olyan ötlet, ilyen egyenesen így bedokkolva a bicikli. Uh-huh. Figyelj, brutál jó. Brutál, ilyen rúddal beszúrta valahogy, fölrakta a négy bringát, átszúrt, és ott állt négy bicikli egymás mellett, ekkora helyen. Tehát, hogy így simán be tudott tárolni. Zan, jó, a hálószobába is rakni. Ó, de jó, lesz majd szemben. Ez szerintem egy tipikus falra, tel
felibe falra felrakós. Tehát ez, ahogy lássad az egész kontúrt, meg mindent. Tehát ez egy ilyen. Ezzel most a biciklire gondoltál, vagy Múnira, ez a telibe falra felrakós? Ja. Nem, a bringára. Ugye ez a svájci bringa, ez egy fehér falon, fekete színű a bringa, tudod, ezt itt telibe felraknám így a garázs falára. Ez nagyon-nagyon jól néz ki, jók a kontúrok. Na, Gábor, figyelj ide, nyerjél, jó? Indítjuk az órát, legyél ügyes. Okos legyél, Galacé. Nem érezlek túl acélosnak, megmondom őszintén, nem annyira hiszek benned. Hát, köszönöm. Nem azért, csak szerintem, na hát azért, szedd össze magad. Rend is. Jó? Mehetünk? Na, nézzük, fussunk neki. 3-2-1-es, tessék. Azt mondtad, hogy kutyás vagy. Szia. Azt mondtam, éppen kint vagyunk az erdőbe, sétálunk a kutyussal. Melyik erdőben? Itt megy előttem. A környékünkön? A környéketekkel sem vagyok, hát baromi messze van Alexanderdunk Pesttől. Micsoda? Tehát, milyen település? Alexanderdor. Ja. Sándorfalva. Ausztria? Sándorfalva. Hát kérlek szépen itt van Szegednél, és ugye itt van egy olyan nevezetű hely, hogy Fehértó. Erről hallottál már esetleg? Nagyon szép szót mondtál ki, hallottam? Fehértó. Igen, ami kötőjel lemegyben van. Akkor én nyertem, mert a Fehértó nem a kötőjellel van. De Jani előbb mondta. Nem, hanem te mondtad, hogy nem egyben. Nem, előtte ő mondta. Neki mondtad, hogy nem egyben. Tehát, hogyha a Fehértó, várjál most, akkor megállítom az órát. A Fehértó az kötőjellel van és helységnév. A Fehértó kötőjellel van, erre Jani megáll, de mondott egy nemet, mire te is mondtál egy nemet, de ha a Fehértót elfogadjuk, akkor Jani mondta ki előbb a nemet, ha nem fogadjuk el a Fehértót, akkor Gábor mondta ki előbb, hogy fehér, tessék. Ez a helyzet, oldjátok meg. Gyerekek, szemasztok. Én most kivégek szom egy kávét, mert ez egy nagyon hosszú vitatkozás lesz, ebben most nem tudok részleteket. Figyelj, odaadom. Vigyel. Székesfehérvár, ugye nem tiltott szó. Fehér, kötőjel, tó. Hát az, bocsánat, az... Gyerekek, Récsi László legyen a talpán, aki nem, ezt most hogyha, figyelj, hogyha most megszűri a kloákája, hogy ez mi legyen. Ha a helyiség nevet mondtad, és nem a tavat, akkor te nyertél. Fehér kötőjel tó. Hát, fehér kötőjel tó, helyiségnév. De várjál, ez a település. Szeged mellett van egy hely, Fehér tónak hívják. Igen, azt nem kötőjel elég. Ez egy halastó egyébként, gyerekek. Azt nem kötőjel elég. Nem. Úgyhogy akkor ezt behúztad. Mindegy, szerintem lapozzunk, tudod, de ebben nincs. Jó, jártunk egy újat. Nem, jó az 50% a Jani. Nem, egyébként akkor te nyertél, mert ugye a Jani erre megállt és mondott egy nemet, majd erre aztán te is mondtál egy nemet, tehát hogy kérdés, hogy mi legyen a Fehér tóval. De ha azt kötőjellel írják, akkor fogadjuk el, hogy ezt kimondhatod. Nem? És akkor... Persze. Szívesebben örülök, ha te bukod el. Már nem azért csak, hogy ha a pontokat megadjuk. Jó, oké, okay, megadjuk. Jó. Végre meg kell megnézni a bringát. Na. De akkor ilyen szinten, akkor minden, amit kötőjeleinek, az is kimondható? Tehát akkor... Nem. Nem, a kötőjelesek azok nem. Hát a kötőjelesek... De most adtuk meg neki, hogy ki van. De nem, mert a településnek a neve az Fehértó egyben van. Igen, a kötőjel elválaszt. Igen. Érted? Tehát, hogy én de nagyon... van ilyen település, hogy Fehértó? De ez nem, ez egy tó. Érted? Az a neve, hogy Fehértó. Mint a velencei tó. Hallod? Én már az elején éreztem, hogy te egy bonyolult csávó vagy. Én tudtam, hogy ez lesz. Én kicsit éreztem, hogy itt valami nem lesz oké ezzel a játékkal. De Jani nagyvonalú, Jani megadja. Egyébként is kapott egy bringát, úgyhogy vegyük el tőle. De már. Azért már minden már ne legyen. Nagyon szépen köszönöm. És van, jól van, megkapott, vigyek. Tegedi Fehér tó, nincs ilyen település, ez egy tó kötőjellel. Igen. Jó? Nem település helyes, elmindig. Igen. Köszi a játékot, Gábor, megadtuk. Fuss, szaladj, nehogy visszafordulj, ne állj, meggondoljuk magunkat. Hello. Igen, abban igazán, hogy hallgatok, ez tulajdonnév, akkor az kimondható, mint a Nemcsák Károly, mert az is tulajdonnév. A Fehértó is egy tulajdonnév. Nem. Nemcsák az egyben az van. De a Fehértó is tulajdonnév. Fehértó, hogyha mert van ilyen településnév, de az Győr-Moson Sopron megyében van, az Fehértó az egyben van. A Fehértó az kötőjele van két külön szó. Ne hagyjuk meg, hogy választ. Amit akartok. Nem, ne szívassuk, szerintem. Az van, amit ti akartok, én teljesen semleges vagyok. Kapja meg, persze. Kapja meg? Persze. Biztos, hogy vegyük el? Vagy ne vegyünk el 50%-ot a Janitól, csak 30%-ot. Igen, de az ajándéknak a bögrének törjük le a fülét. Igen, valamit csináljuk. Jó, akkor így Jani 66, Feri 33, Bali 50. Tehát még Jani még így is vezet, úgyhogy jók vagyunk. Na, menjél bringát nézni. Posztoljál. Jó. Sztorizál. Nézd meg, én is csinálok róla, egyébként tényleg barom jól néz ki. Úgyhogy nagyon szép. Nagyon mi pedig jövünk, mi gyerekek, 7 óra van. Jó van, fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
7 óra után vagyunk, 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók. Hello, Belusó. És elkezdték emlegetni a nyárzáró hidegfrontot. Elkezdték. Már mondják. Elkezdték. Már ma érje, hideg nem, de vihar jön. Jön egy kis vihar, igen, de vasárnap hétfőnél jön majd valami. Klasszikusan. Mondjátok már meg ezek a rohadt hidegfrontok. Miért mindig hétvégére érnek ide? Ez hogy van ennek az időzítés? Ezt észrevettétek? Hát tavaly árultad el nekünk. Itt ültünk hülyén, mi ketten. Ahogy szoktunk, ugye? Igen. És te mondtad, hogy olvastál egy tudományos értekezést, hogy az egész heti autózásunk például... Igen. Állítok, ez egy tudományos magyarázat arra, hogy széndioxid kibocsítás meg a gyár, meg mindaz hétvégére kumulálja oda, hogy hidegfront jöjjön. Ez a kumulálja, ez nem volt. Ez sose jön meg kedd egy hidegfront, hanem mindig hétvégére, ez nagyon érdekes. Igen, nagyon érdekes. Annyit kell csak, hogy eltolni, nem? Egy nap vagy két nap a hétvégét. De ez azért nem igaz ez a felvetés, mert ez hozzánk ér hétvégére. Ez Németországban ott van pénteken, Ausztriában szombat hajnalban. Érted? Tehát, hogy ha jön egy hidegfront balról, akkor az hozzánk ér csak hétvégére. Ez a hidegfront az valahol már keletkezett, és megérkezik nyugatról mondjuk egy hidegfront. De az Németországban van mondjuk pénteken, nem? Hülyeség? Nem, egyáltalán nem hülyeség. Nem, csak hogy megint a németek járnak jól. Hát, ők már megkapják csütörtökön. Nem járnak jól, mert nekik oda a hetük, nekünk csak a vasárnap. De miért? Hát a csütörtököd van oda a szombat, vasárnapra viszont kitisztul, akkor miért? Már átmegy. Igen, mindjárt a hétvégén. Nálunk meg a Kárpátok megfogja. Mindegy, ez ilyen érdekes dolog. A Kárpátok körbe vagyunk, körbe. Azt mondja, a Kárpátok, itt nincs hétköznap átmentve, viharstop van, csak hétvégén mehet át rajta a viharstop. Itt egy kicsit megpihenek. Itt egy kicsit megpihenek, mint a kamionstopba, és majd hétvégén mehetsz tovább a Magyarországra. Na mindegy, szóval nem csak úgy érdekes, hogy megfigyelted, hogy mindig szombatra vagy vasárnapra ér ide, de gyerekek, még egyelőre jó az idő, úgyhogy minden rendben. 35 fokok vannak, azért az nem kevés. Nagyon szép nyár vége ez. Na, Tibi behozta a Raikkonen alá öltözőt, van egy 1 milliós ajánlatunk, gyerekek. Az nagyon durva, remélem, és nagyon komoly. Jól hangzik, akkor, hogy, mert sajnos már belefutottunk korábban ilyenekbe, hogy ezért voltak ilyen nagyon gálás felajánlások, aztán valahogy a felajánló eltűnt. Ezért nem csinálsz licitet, mert az utolsó összegtartója eltűnik, akkor nem tudod, hogy ki, tehát baromi nehéz. Csörögjünk rá, kérdezzük meg. Anna fölhívja majd, ha megvan, akkor le is zárhatjuk, mert 1 millió forint, nagyon szép pénz. Nem vagyok benne biztos, hogy eredeti Raikkonenre nem küldenek rá többet így most élőben, azért ne üssük még le akkor. Ha megcsinálunk egy 10-ig tartó licitet, úgyhogy fölhívjuk, hogy tényleg komoly-e. Van egy sejtésem, hogy valaki ráküld egy 2M-et. Simán. De igen. Hát ez egy eredeti Raikkonen. Hát simán egyébként. Lehet, hogy maga Raikkonen rálicitál, mert ott áll Diderekbe valamit, hogy a kocsmának a parkolójába értően rohadtul fázik, és nem szeretné visszakapni. Nem. Hát az soha. Hát ezt ne is nevezzük, a jachtról is véletlenül esett be a tengerbe. Igen, mert meg akart mártózni. Megbotlott, az csak azért volt. Jó, ez jó ez a Raikkonen, ez egy jó gyerek. Na gyerekek, biztos is hallottátok már, mint a hallgatóknak mondom, mert igen, hogy évek óta támogatás jelnyel közül az Átrium Színházat üzemeltető kultúrbrigád, akik ugye tulajdonképpen az azt jelenti, hogy nem övék az maga az épület, meg a helység, hanem ők üzemeltetik magát az Átrium Színházat. És hát a színházba járók nagy bánatára bejelentette az Átrium Színház, hogy egy utolsó évad után valószínűleg tényleg nem tudják folytatni, és az épület kezelői ugye mondják, hogy magát a kulturális teret, mint az Átrium Színház helyszínét ők szeretik megtartani és valamilyen formában üzemeltetni, de maga az Átrium Színház az 2024 nyarán bezár. Hát én ezt elképedve olvastam. Ez egy végtelenül szomorú dolog. Borzasztó sok darabot láttam, nagyon szeretem az ottani színészeket, és hát ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog, egy szomorú kultúrsok, egy olyan elsivatagodás első jele, ahol már színházak járnak, zárnak be, ami tényleg borzasztó rossz jövőképet fest már, ami a kultúrát illeti. És hát gondoltuk, hogy felhívjuk a színház operatív vezetőjét, hát ha még tud valami olyat mondani, amitől van esély erre, vagy egy számot, vagy hogy megkérdezzük, hogy mekkora összeg hiányzik. Nem gyűjtési szándékkal, és nem is ilyen irányba akarunk elmenni. Egyszerűen csak az ember értetlenül áll, hogy nem tud összejönni ebben az országban támogatásból, mindenféle, hát hogy is mondjam, csak forrásból úgy pár száz millió, hogy egy színház kényelmesen tudjon nyugodtan működni. Mert hogy erre a szellemi térre szükség van, ezekre a színészekre szükség van, ezekre a darabokra szükség van, és hát nem szabad hagyni, és nem szabad elmenni emellett, hogyha színházak kezdenek el bezárni, akkor egy olyan fontos dolgot vesztünk el, és veszít el a magyar társadalom, ami nélkül nem nagyon lehet élni és lélegezni, és normális közegben szórakozni. Mert oké a mozi, meg oké a
a nem tudom, de hogy a színházra is ugyanilyen nagy szükség van. És most nagyon kérek mindenkit, hogy ne jöjjünk azzal, hogyha nem tudja eltartani magát, akkor be kell zárni, mert ugye ilyenkor ez szokott történni, hogy ez a világ számos országában sincs így, hogy rentábilis előadásokat egyszerűen nem tudsz olyan jegyárat adni ma Magyarországon, vagy kérni, érted, belépőt, amiből te el tudod tartani saját magad. Tehát, hogy ez egy csomó országban úgy működik, hogy vagy állami támogatás van rá, vagy mecénás áll a színház igen. mellé, ezt egyébként, ha jól tudom, akkor ők is csinálták, vagy csinálták, van egy ilyen támogatói körük, akik beszálltak, de hát az még mindig kevés. Hát igen. Ez jegyárból nem lehet egy ilyet fönntartani. Jegybevételből nem tudod, vagy bizonyos részét tudod kigazdálkodni, kicsi mínusza vagy mondjuk nullára kihozni, de pluszba még működési költségre és egyebekre egészen csak a jegybevételből ezt, nem, ezt egész egyszerűen nem lehet finanszírozni. Nem, ez egy nagyon szomorú hír, sok szempontból egyébként. És az. Amikor tényleg azt látod, azért érzékeled, tapasztalod, hogy mennyi mindenre megy el, mennyi sok pénz, akkor ehhez képest azért egy pár száz milliós működési költség tényleg bagatell. Szóval, hogy nagyon-nagyon kevés. És ha ez a szellemi erőtérés csökken, felszámolódik, megszűnik, akkor borzasztó fontos vérkeringését veszítjük el a magyar szellemi közegnek. És az a színházi közeg, ami reflektál az életünkre, ami reflektál a közéletre, ami reflektál a te életedre, és tükröt vagy görbe tükröt tartva elmész, és másfél-két óráig kikapcsolsz, és ott vagy, és fontos szellemi erőtérben vagy. Ez a színház szerintem, a színház szerepe egyáltalán. Ja, nagyon, ez egy borzasztó hír szerintem, és ha ők lehúzzák, akkor még hány független társulat küzd, és előbb-utóbb adja meg magát, és ezt nem szabadna hagyni, Ez nagyon fontos szerintem kihangsúlyozni, hogy itt nem egyetlen színtársulatnak vagy színháznak a problémájáról van szó, hanem gyakorlatilag a teljes műfajnak a problémájáról. Tehát rengeteg olyan színházról lehetett olvasni, rengeteg olyan társulatról, akik napi szintű gondokkal küzdködnek, és tényleg nyilván a rezsidíjaknak a megemelkedése az nagyon odavágott nekik. Tehát ezeket a színházakat, ezeket fenn kell tartani, ezeket ugyanúgy kell gyakorlatilag fűteni, ugyanúgy kell gondoskodni azokról az alapvető fenntartási tevékenységek, ami bármilyen más vállalkozásnál ott vannak. Itt nem egyszerűen arról több, van szó. Azt gondolom, hogy ez több, mint egy vállalkozás. Ez egy misszió, a kultúra terjesztése. Benne van x velem nem vitatkozol ebben, mert nyilván ez teljesen egyértelmű. Csak hogy ez csak gazdasági alapon nem tudod nem nézni lehet. Úgy, mint egy tök más vállalkozást. Aki beleszámolja a rezsit, beleszámolja az alapanyagot, megcsinál mindent, egy színházat nem tudsz így nézni. Annál ez egy felkentebb dolog, mint hogy ezt egy gazdasági történetnek nézzük. Ezért lenne tök jó, hogyha valaki azt mondaná, hogy nem tudom, mennyi pénz kell ide, hogy tessék, itt van, és csináljátok. Igen. És ez a kultúra válsága. Tehát, hogy ezt nyugodtan ki lehet mondani egyébként. Ez a magyar kultúra válsága, és úgy gondoljunk ugye az oktatási kapcsolatos problémákra. Hónapok óta máshol sem szólnak a hírek. Azt látod, hogy iskolák egy héttel a tanév megkezdése előtt 5-6-8 tanárt keresnek, pedagógusokat keresnek, tanítókat, tanárokat, mert hogy betöltetlen állások vannak. Nincs, aki oktassa a diákokat. És akkor még emellett azt olvasod, hogy a kultúra egy másik bástyája, a színház kerül bajba és válságba. Hát igen. Igen. Itt van az operatív vezetője az Atriumnak, Zsedényi Balázs. Hello Balázs, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel mindenkinek. Hello. Hello. Ugye tudjuk, hogy ti már azért régóta kongattátok a vészharangot, itt már 4-5 éve egy ilyen emberfeletti küzdelemmel tartottátok ezt az állapotot, de hogy ez nem most kezdődött, ez már régóta tart. Ugye jól mondom, hogy azért ez már egy hosszabb küzdelemnek a vége valójában, ami most történik. Ez konkrétan egy 5 éves válságmenedzsment programnak az utolsó epizódja, ami most zajlik ebben az évadban. Tehát mi 5 évet tulajdonképpen, amióta az Atrium Színházat vezetjük, azóta, ugye ez a TAO megszüntetésével, a kulturális TAO megszüntetésével nagyjából egy időben történik, azóta mi évről évre folyamatosan újra tervezünk, átszervezünk, kommunikálunk, hogy valamilyen igazságos, kiszámítható támogatási rendszert kéne a kulturális TAO helyébe rakni, ami mondjuk figyelembe veszi a teljesítményt is, stb. Erre jött a Covid, ami mindenkit érintett, minket is, ugye az előadó művészetet az kifejezetten nagyon, utána a post-Covid, hogy hogyan fog reagálni a közönség, hogy jön vissza, stb. Ugye tavaly a közönség azt mondta, hogy megment minket attól, hogy a kivéreztetés áldozatai legyünk. Az olyan megható volt, az valami 70 vagy 80 millió dobtak össze, ugye? Azért az gyönyörű volt. 100 millió dobtak össze, a közönség, gondold el. Egészen elképesztő volt, és ezt közelről látni, amikor elmondtuk, hogy vége, majd
gyakorlatilag 7 nap múlva azt tudtuk mondani, hogy ha ekkora kiállás van, akkor egyszerűen nem lehet, hogy ezt ne folytassuk. És ez az, amit most mondtatok, hogy ez persze misszió is, hát hiszen mi abból élünk lelkileg, hogy a közönség itt van, nyomja velünk, és azt mondja, hogy fontos, amit csinálunk. Tehát egyrészt nyilván ennek van egy nagyon erős gazdasági oldala, másrészt meg van egy ilyen nagyon erős missziós oldala is, hogy igen, arról akarunk beszélni, ami közösen minket érint, erről érvényesen akarunk beszélni a színpadon, és a legnagyobb öröm az, amikor a közönség azt mondja, hogy ezt érti, ezt velünk akarja csinálni, ezt látni akarja, és neki ez fontos. Igen. És amikor országos szinten erre összefogtak, és azt mondták, hogy ez nekünk Svájctól, tényleg nagyon sok külföldi országból is jött támogatás, mert azt mondták, hogy hiába nincsenek itt, nekik fontos az, hogy ami történik nálunk az átriumban legyen. Na szumma szummárum, kaptunk egy lökést, hogy akkor ez történhessen, mi ennek megpróbáltunk a lehető tehetségünknek megfelelően a lehető legjobban megfelelni, újra szerveztük ismét a működésünket, és azt mondtuk, hogy oké, akkor játszunk többet, akkor játszunk magasabb jegyárral, és nézzük meg, hogy mit lehet csinálni. És az jött ki itt az elmúlt 6-8 hónapban, hogy ha 120%-on nyomja mindenki, ha harmadannyi ember dolgozik, mint egy átlagos ugyanekkora méretű színházban, és beleteszi szívét, lelkét, és folyamatosan 1000%-on pörög, akkor nulla. Akkor vagytok nulla, mert ugye egy bevétel csúcsidőben az arra elég, hogy tényleg nullára kihozzátok. De hát itt még van üzemelési költség, meg egy csomó minden, szóval, hogy ez tényleg nagyon. Igen. És akkor azt mondtuk, hogy ez nem fenntartható sem emberileg, nem lehet elvárni a kollégáktól, hogy rámenjen az érzelmi életük, a fizikai egészségük, és ebbe beleértem magunkat is. És nem lehet elvárni a közönségtől sem, hogy minden évben azt a támogatást összerakja, ami egy ekkora méretű repertoárszínház működéséhez szükséges. A Kulturális Minisztérium mire hivatkozva állította le a támogatásokat? Ők mit mondtak? Szerinted hosszú, kielégítő szakmai válaszokat kaptunk a beadott kérdéseinkre is. De valamire csak hivatkoztak. Persze, egy év múlva az, hogy nincs forrás. Aztán, hát igen, nem volt. Hát most mit lehet tenni? Nagyon nem tudott támadni. Független színház azért mondják, kapott nincs közben, tehát hogy azért igen. Ha nincs, de azért van, aki kapott. Tegyük hozzá, zárójelben. Igen, erről elég sokat cikkeztek, hogy kik azok, akik érdemesnek találtattak arra, hogy kultúrát csinálhassanak, és kik azok, akik nem. Érdemes végignézni a népsort. Igen, meg a nézőszámot. A nézőszámot is, igen. Igen, meg az ott megjelen nézőszámot. Mert időben beadták a pályázatot, tudod? Igen, csak kérdés, hogy mennyi nézőt tudnak behozni közben egy-egy darabra. Érdemes azt is megnézni, hogy mekkora házzal mennek, meg hány előadásuk van, hány emberre. És gondolom, ez a skandál, ez elveszi a lehetőséget a munkától, az alkotói munkától. Tehát ebbe elfárad az ember, nem? Egyszerűen, hogy nem oda teszi az erőforrást, ahova kellene. Hát pont arra nem marad idő, energia, hogy azt a kreatív, játszani vágyó, színházcsináló énünket, ami miatt mindenki, aki az átriumban dolgozik, azért dolgozik, hogy ezt valahogy életben tartsa és ki tudja élni, ezt elveszi a mindennapos túlélés. És amikor azon veszed magad, hogy 5 éve túlélsz, akkor azért felmerül a kérdés, hogy oké, még meddig. Hogy azt meddig, igen. Meg elfáradsz benne. Há, hogy nem. Tudod, hát ez a mindennapos kenyérharc az a legszörnyűbb. Színészek mit szóltak? Volt egy nagy közös bejelentés, amikor ezt így bejelentettétek nekik? Volt egy ilyen társulati összehívás? Volt társulati összehívás, de ugye mi nem egy klasszikus kőszínház vagyunk, tehát nincsen ilyen értelemben társulatunk, mint ahogy a legtöbb kőszínháznak, tehát ilyen típusú társulatizés nem volt, illetve fontos volt, hogy ezt egyszerre tudja meg mindenki, úgyhogy mi írtunk egy levelet nekik, mielőtt a közvéleménnyel tudattuk volna, hogy mi lett a döntés, és hát persze hát arra meg olyan megható reakciók jöttek, hogy ez ilyenkor nyilván nagyon nehéz, de persze mindenki azt mondja, hogy tök jó, legalább ezt az 1 évet még nyomjuk végig, és akkor a közönségnek mutassuk meg, hogy
mi volt ez, amit csináltunk itt együtt. Egyébként meg egy kis raffináltság, egy kis fifika kéne nektek, mert nem jó helyen pályáztok. Én azon gondolkoztam, hogy a hátsó sorokba például egy ilyen kilátót lehetne rakni. Igen, vagy, egy lombkoros sétányt, ahonnan kiválóan látható az előadás. Van nagyon drága, nézhetik az előadást. És lombkoros sétányra van lóvé. Azt használhatjátok zsőjének. Jó, ezt én most ingyen adtam, ezt az ötletet, nincs mi. Hát, ha meg lehet így menteni. Ha nyerünk ezen a pályázaton, ami most természetesen el fogunk indulni ezután, hogy ezt a kiváló ötletet kapjuk, akkor mindenképpen jogdíjat fogunk fizetni. Nagyon köszönöm. Egy-egy jegyelén lesz. Jó? Hát, ha bejön. Hát, ha negyen meg, hogy ilyeneket kell mondani. Igen. Hát, nagyon van. Szomorú azért ez így ebben a formában. Na, és hát, ha veletek ez történik, akkor ki tudja még hány társulat, akik szintén küzdenek és a napi megéletésért dolgoznak, vannak hasonló helyzetben, és fogják bedobni a törölközőt. És ahogy mondtam, egy nagyon fontos szellemi erőtér kezd eltűnni, ami nem jó. Nem szép jövőképet fest sajnos. Ez az úgynevezett független előadó művészet, aminek mi is a részei vagyunk, ez gyakorlatilag ennek a finanszírozásából az állam kivonult. Csak a kérdés, hogy miért lenne itt szükség az, hogy benn maradjon, ez egy hosszú történet, de gyakorlatilag tényleg ebből a szénából jön ennek az előadó művészeti munkának a kreatív megtermékenyítése. Tehát, hogy ez itt zajlik az elmúlt 30 évben, mindig ebből a szénából jött az, ami utána mainstream-né vált. És azt gondolom, hogy ennek az elvesztése, ez egy közös veszteségünk lesz a következő években, és gyakorlatilag ez a széna szinte már megszűnt. Tehát igen. Abszolút. Itt nagyon ötleteket mondok, meg átnevezitek magatokat Atrium Football Clubra, azért akkor még lehet, hogy valami leesik. Főraktok két kaput a színpadra, balra, jobbra, még úgy is lehet, hogy valami leesik. Figyelj, ne adjátok fel. Parkett helyett nem lehetne műfű. Műfűvet leraktok a parkett helyett, még azért az is lehet. Bejön a Mucsi, dekázik kettőt, mit tudom, hárommal oda fejjel valahova, hát ki tudja, felesik tudja, nem? Hát valami csak lesz. Páratlan művészeti élmény lesz. Páratlan művészeti. Jó, de a háttérben megy a darab. Csak a néző tudja nézni a darabot, persze. Csak bejön valaki kettőtek. Az éppen aznap nem játszó színészek néha lejönnek a nézőtére dekázni, és bevonják a közönség. Igen, hát elég avantgárd, átgondoljuk. Mindenképpen gondoljátok át, igen. Hát csak így humorizálunk kínunkba. Balázs, nagyon sajnáljuk, tényleg én nagyon sok darabon voltam, meg láttam, meg nagyon szerettem magát a művét. Meg hát az ott fellépő vendégeskedő, oda menő színészeket is a különböző darabokban. Sok jó élményt szereztetek nekünk, nekem, mindenkinek, aki színházba jár, úgyhogy nagyon, nagyon sajnáltam, amikor ezt olvastam. Nyilván az ember bízik még valamiben, de nem hiszem, hogy itt lesz nagyisteni csoda, de tényleg nagyon sajnáljuk. Valóban alapvetően a csoda az ami maradt, ez nyilván az elmúlt 5 évben ennek a csodavárásnak az ambíciói azért most már valamennyire kihajtak belőlünk, de hát ez nyilván mindig itt van, tehát ha csoda történik, akkor a csodának megfelelően megyünk tovább. De ami biztos, hogy ez lesz az utolsó évad, ezért ebben a formában, ebben a színházban. Úgyhogy aki még teheti, jöjjön, nézze meg, mi ezt még nyomjuk, és aztán meglátjuk, hogy mi fog történni. Mi ezt ünnepnek szálljuk, ez egy éves búcsúbuli. Az a durva, hogy tényleg ahova elmegyek, az bezár. Tehát, hogy voltunk a Danubius Rádióban, a Klasszban, a Rádió DJ, az Atrium Színházban, nyáron végén léptem föl egy darabban egyedül, és most már bezár, úgyhogy nem szabad sehova elmenni. Sétálgassa már egy kicsit a várban, Léci. De legalább elmondhatom, hogy álltam nálatok a deszkán, amit én nagyon-nagyon szerettem. Hát és nem is akárhogy. Igen, jó. Azért mondjuk el, hogy az egy kiváló előadás volt. Balázs, nagyon szépen köszönöm. És az egy egészen kivételes teljesítmény volt, de ezt neked is elmondtuk aztán utána, hogy kevesen ugrották meg ennyire szívvel, lélekkel és odafigyelve és jelenléttel ezt a létet, amit a Fehér Nyuszi, Vörös Nyuszi csinált, úgyhogy hát nem, izasztó egy dolog, de hogy tényleg baromi jó volt. Balázs, nagyon köszi, vigyázzatok magatokra, jó munkát még az hát utolsó is. Évadra. Köszönjük szépen. És hát kitartás, remélem, hogy tudjátok valahol folytatni. Valamikor reméljük. Hogy... Igen. Köszönjük szépen, csáó, jó munkát mindenkinek. Hello. Zsolányi Balázsnak. Köszönjük szépen az Atrium Színház operatív vezetőjének. Hát basszus.
Tehát, hogy azon gondolkodom, hogy tökre azon csodálkozom, hogy ha ennyire drága fenntartani egy színházat, akkor, vagy színházat, akkor miért nem repültek már rá páran? Hiszen észrevettük, hogy igazából mindenki nagyon drága dolgokat vásárolgat magának, igazából az a fő csapás irány, hogy minél drágább legyen, ennek ráadásul még értelme is van. 2-300 millió nagyjából egy éves fenntartást. Másfél teli tank. Én is azt gondolom, hogy körülbelül számolgatom, hogy itt vagyunk, körülbelül, ennyi az ára, körülbelül ennyi az ára, másfél teli tank, itt tartunk. Már rá vagy, itt vagyok. Fél nyolcan pontosan, vagy. Jövünk a hírek után már. Fönn vagyok, lent vagy. Balázsék a Rádió Egyen! 3-4-8 lesz pontosan 2 perc múlva. Áll az M0-ás, a 6-os úttól az M1 felé, köszönjük szépen. Egy nem jó, nem zabász zenét meghallgatnék, ha úgy van, köszönöm. Egyébként tényleg. Nagyon régen hallottuk már. Valamikor mehetne. Jó, menjen. Valamikor menjen. Menjen. És az elsőt, az eredetit. Az melyik volt? Segíts egy kicsit. A nem zabász dolgozol? Igen, abból nagyon sok átirat. Ja, sok remix készült, igen. Így van. Sok minden készült belőle, igen. Na, olyan jó hangja van ennek a csajnak. Elképzeltem, hogy véletlenül a kijáratba csúszik. Ja, jó, jó. Szép volt, Bali. Mondj egy időjárás, Ferenc, életlenül. Viharos lapos. Erre rászaladtam. Köszönöm szépen. Az időjárás jelentést támogatta a Terralux Magyarország hőszivattyúja. www.terralux.hu. Milyen hülye megfogalmazás, de milyen szellemes, nem? Igen. Hogy rászaladtam. Meg hát... Engem rá lehet így húzni egy-egy SMS-re, mert nem tudtam. Én mindig olvasom, és utána esik le, hogy mit olvasok. Meg olyan szépen virágnyelvem, ahogy Plater. Igen, elképzeltem, hogy véletlenül a kijáratba csúszik. És látod, hogy jön a csaj, tudod, kilép egy ajtó, vagy valami, és aztán rájössz, hogy nem. Igen, hogy megcsúszik a kijáratban, mert hogy... Nem teljesen ez volt. Beltéri a burkolat, és nem kültéri, és ezáltal ugye tudod, a csúszás gátlás része az mondjuk így. Hagy némi kívánivalót magot. Nem csak megmagyaráztam a nem hálának. Igen. Ebben van elfecőjenek energiát. Ha zabálok is dolgozok. Nem, ez egyébként ez így nem büntetik, tehát ez így... Mit? Ez nem büntetik, ez máshogy kell érteni. Rossz az, aki rosszra gondol. Így van, persze. Igen. Nem, az büntetik, amit akarnak. Az is igaz. Minket szerettek, igen. Gyerekek, Szegeden egy kocsma mellett kiköltöttek egy szabadat. Hát mi történik itt? Rendes kocsmai akció. Eljött Jézus, megérkezett a megváltó Szegedre, nem lehet? Nem lehet, hogy megérkezett Jézus Krisztus? Szamára mély Szegeden? Jézus szülei jöttek. Jézus szülei jöttek, ugye? Keresni a kis Jézust. A Facebookon terjed egy hír, miszerint mindenki találgatni próbálja, kié és mit keres egy szamár egy szegedi kocsma előtt kiköszve. Pálmaleveleket láttak? Pálmaleveleket? Igen. Osztogatja a szamár előtt a pálmaleveleket. Jeruzsálemi bevonuláskor pálmaleveleket raktak le a kis Jézus elé, ahogy jött be, ugye, Szűz Máriával, meg azzal a csacsival. Igen. Már nem Józsefre gondoltam, bocsánat. Később jött a három királyok, vagy mi? De ide a kocsma elé. De figyelj, Szegedre, a múltkor bement három fiatal lóháton. Oké, beültük a McDonald'sba, rendben van. Most bementek Szamárral egy presszó elé. Hát ezek a szegediek, figyelj, ezek nagyon tudják, hogy mi van. Mert valószínűleg a rossz anyagi helyzetbe kerültek a sok hívás miatt, ezért el kellett adniuk a lovat, és most már csak Szamára fussa. Egyébként egy szamarat kiköthetsz így, és elbe mehetsz vele? Bár szerintem... forgalomban részt vehetsz a Szamárral? Mehetek én a leállósában? Tehát én most kitálom, hogy én Szamárral szeretnék átmenni az Erzsébet hídon. Én átmehetek Szamárral az Erzsébet hídon? A buszsávba vagy a belső sávba? Mehetek én a körúton Szamárral? De miért lovagolni? Közúton lovagolhatsz? Nem. Szerintem nem. Utazhatok egy bakkecskét? Azon igen. mi? Struccon? Ki vagyok tiltva én a forgalomból, ha én egy Szamárral akarok átmenni az Erzsébet hídon? Mit mond a Kressz erre? Szerintem lóval nem lehet csak így felmenni. Oké, de lóvontatású járművel tudsz menni? Dehogy nem. Hát miért ne lovaskocsival? Az is határozva. Dehogy is. Lovaskocsival fölhajthatok a faluba is az útra, akkor a városban lehet lovashintózni egy csomó helyen, akkor lóval is lehet menni. Ha lóval lehet menni, akkor lehet menni Szamáról is. Arra is külön engedélye, nem lehet már bárhol lovaskocsival járni. Gyere le hozzánk vidékre. Hát az adott, igen, az más törvények. Teljesen más szubkultúra. Okay, tehát, hogy és nem kérdeznek, ugye? De tényleg most, nekem van egy lovam. És elmegyek a körúton, átmegyek az Erzsébet hídon. És mit tudom, én van ott, itt kimegyek az M7-esen, és van egy Kentucky, és én beállok a drive-ba, hogy kérdezi egy hallgató, én be tudok állni lóval a drive-ba? Én beállhatok, hogy kérek ki egy eperséget, és valamit a haveromnak? Igen. Nagyon zavos. Beállhatok valami lóval? Ropogtatni valamit. Valami ropogtatni valót a haveromnak? Nagyon igen, zavos. Még haza kell, hogy vigyek. És vitamin sem meg, ez megvan, van még? Elvég nem büntetnek meg. Miért büntetnek meg? Hát beállok lóval a Mekibe, és kérek a drive-ba valamit, nem?
Van, aki kerékpározik, János, van, aki lovagol. Na, hát, szerintem ebbe, tehát, hogy nincs ez, ez így önmagában, szerintem ez egy teljesen korrekt felvetés. És ez akkor, ha kerékpározol az úton, jó, azért, mert van kerékpárút, de lóút nincs, attól te a főút, vagy tehát hát magán az úttesten szerintem van egy mehetsz. Van egy áthúzott lótábla, vagy akkor egy bakkecske, vagy egy szabártábla, akkor nem tábla nincs, azért mehetsz bakkecskével. Igen, ami nincs tiltva, az meg van engedve a kressz szerint. De akkor elvileg... De azt tudjuk, hogy szamaragolt rajta valaki, vagy csak vezette a szamarat. Uh-huh. Mert az is egy külön kérdés, hogy vezethetsz a szamarat a városba. Csacsira itta magát. És ő az, aki hozott a lábát. Én bírom a szegedieket. Ezek hol Szegedem csacsival kocsmáznak, hol lovakkal mennek meghízni. Tehát jól csinálják. Nagyon. Jól csinálják. Nagyon. Cowboyok. Nagyon komoly cowboyok, igen. Amiként szerintem a kressz nem tiltja. Míg autópályára lehet, hogy nem hajthatsz föl. Hát az biztos, hogy nem. Uh-huh. Mert de autóutra szerintem lóval egészen nyugodt. Nem büntetnek meg. De csacsival is? De azt hiszem, hát, akkor ez így nem tesz különbséget. Négy lábú hát állattal. Tehát, hogy na. Kinek jutott szóval nem, azt gondolom, hogy egy most nem azért, tehát nyilván nem, tehát nem bántódjanak meg, de szerintem amúgy sem tudnak különbséget tenni. De nem lehet, hogy ő egy terápiás állat? A szamár. Ugyanúgy, mint ahogy a pulyka volt, emlékeztek az amerikai repülőjáraton, hogy vinni akarta vagy a páva. Megnyugtat a közelséget. Mert hogy ez nem egy helyen tűnt föl, egyébként a szegedi szamár, ott van egy zebrám, kíséri át a gazdája, ott áll a kocsma mellett kikötve, és itt még egy helyen, az nem tudom micsoda. Tehát ő valószínűleg együtt él. Egyébként halálmenő szerintem. Az. Szamaragolni. Bejössz valamelyik reggel? Szamára? Nem annyira kényelmes amúgy, meg picit makacs is. Én csacsigoltam most egy pár hónappal ezelőtt, és hát ott volt a gazdi, de hogy nem volt kényelmes. Lovag lesz szempontjából nem kényelmes. Nem. Nagyon, ahogy üget pattog. Türelmesen kell lenni hozzá. Igen, az időnként jó. Le kell szállni, kicsit biztatni, kicsit jelezni neki, hogy az, ami ott keresztben van, az nem egy óriás kígyó, hanem csak egy repedés az úton, tehát nincs mitől tartani. Főútvonalon lóval közlekedni általában tilos, amennyiben más alternatív útvonal rendelkezésre áll. Közút mellett lovat tartani, ne juss eszedbe, a járdán, illetve kerékpár úton történő lovaglás nem tiltja a jogszabály a lovasnak. Tehát te mehetsz járdán lóval akkor tulajdonképpen. Átmehetsz az Erzsébet hidon, éjszaka fényvédő mellényt kell a lóra tenni, hogy látható legyen. Nem mehettek a járdán, viszont lóval, igen, megvan az új alternatívám. Mennyi? De csak lépésben. Azt mondja, hogy a se járdán, se zebrán ne haladjunk lépésnél magasabb járásmód van az emberek közelében. És ne ijeszgessünk senkit, hogy rálovagolunk. És rálovagolsz. Tehát az nem lehet, de mehetsz járdán akkor tulajdonképpen. De tehát lépésre nem ügethetek. Ne ügessél nekem. Ne ügessél. Jó, nekem ne ügessél. Ne ügessél itt nekem, hallod? Ne ügessél. Na mindjárt fejjük botondot. Aki a szamár? Övi a szamár? Övi a szamár. Fejjük botondot. Hogy mi van a Szegeden, gyerekek? Mekibe lóval, kocsmába, szamárral? Figyelj, szerintem nem lehet, hogy ez összefügg a károsanyag kibocsátással, vagy hogy ő egy szeretné, hogy az ő ökológiai lábnyom egy kicsit kisebb akkor legyen. Akkor most megint te fogsz kapni, haver. De ebben megint te jössz ki rosszul. Végeget fogok megrúgdosni. Én már tegnap kaptam. A vegárok már szétszettek a vegaburger miatt. Várjátok, én csak engem csak kedden és csütörtöken szabad ütni. Most jönnek a zöldek. Ma kérek egy pihenőnapot, igen, ma a zöldek szárnak. Hagy fújjak már egyet. Itt van velünk Botond. Hello Botond, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Tiéd a szamár? Szia. Nem. A szamár az tulajdonképpen nem az enyém, hanem nevelőapámé. Úgyhogy én itt csak asszisztens voltam ebben az egész történetben. Figyelj, sűrű fordul el, hogy apád a kocsmába szamára jár? Hát nem tudok róla. Most ez abból azokból történt, vagy hát úgy történt, hogy szerdán előző nap megkeresett engem, és mondta, hogy hát itt most az van, hogy van egy cimboránk, akinek másnap csütörtökön bulia lesz, és hát korábban beszélt vele, és mondta, hogy hát akkor mivel fogtok érkezni szamárra, mert tudta, hogy tart szamarakat, és akkor mondta nekem, hogy mi pedig akkor szamárral fogunk érkezni. De föl is ült apád a szamára? Úgy ment a kocsmába? Nem, vezettük a szamarat végig. Nem ülünk rá, mert hát azért az mégsem arra való a szamár, hogy ráüljünk, de hát... Várjál, akkor mire való? A mostohapád mire tartja? Mit csinál a szamarak a 40 szamára? Mit csinál a szamarak? Én ezt pontosan nem tudom. Hát úgy látszik, hogy kocsmába járunk vele. Aha. Törnök között szárít rajta, vagy valami. Hát ez iszonyú erős, hogy az állatot simán elbírják. Igen. És hány szamara van? Mit mondtál? Hú, hát van neki szerintem vagy 10.
Vagy... De Jolán a legjobb, aki velünk volt. Á, Jolán a Szamár. Hát nagyon kedves, aranyos, békés Szamár, mert azért Szamárnak nem mindig kedvesek. Végtelenül, egy intelligens, békés Szamár, emberszerető állat. Én szeretlek titeket ott Szegeden. Egy hete bemennek egy McDrive-ba, McDonald's-ba, szalóval, most Szamárral mentek kocsmázni. Van valaki, akinek van 10 darab Szamara, de nem tudja miért. Ti jól érzitek magatokat ott Szegeden, ez nagyon jó, ez vidám város. Vidám város. Abszolút. És akkor te berúgtál az apáddal, miközben a Szamarat kikötöttétek, vagy apa kocsmázott, te meg ott hagytad? Nem. Hát ez úgy történt, hogy ugye ott, tehát a Szamarat úgy került be a városba, mert ugye ez, azért nem Szegeden vannak ezek a Szamarak, hanem Szeged környékén egy tanyán, és hát onnan egy lószállító hozta be oda a kocsmához, ahol mi vártunk rá, mert ahova vittük, ez onnan szerintem egy 5 percnyi sétára van. Ezért össze volt rakva a sztori, hogy akkor majd onnan visszük a Szamarat. És akkor hát addig mi ott ültünk a kocsmában, és akkor megjött a Szamár, akkor még ott egy kicsit ott voltunk vele, és akkor egyszer csak elindultunk. Uh-huh. Ez mondjuk megnyugtat, hogy használtatok egy lószállítót, mert így alapból mi simán el tudtuk volna képzelni, hogy egy ilyen másodosztályú, nem dohányzó vasúti kocsira feltuszkoljátok, és aztán leszálltok Szegeden a főpályaudvaron. Tehát... Nem, ennek már csak az is akadály volt, hogy Jolán egyébként egy nagyon nagy Szamár magához képest, már csak hogy itt promótáljam, egy gyönyörű, szép Szamár. Meg is akarták venni egyébként, volt olyan a kocsmában, aki azt mondta, hogy megkérdezte tőlünk, hogy hát mennyibe kerül. Mi az ára egy Szamárnak? Hú, hát megmondom őszintén, hogy én azt nem tudom. Egyébként mennyi lehet? 50-100 000 forint, nem tudok többet elképzelni. Na, ha mikor lovak árából indulsz ki, ami több, akkor nagyjából egy ilyen Szamár az 50-100 000 forint között megy. Vagy arra tényleg kíváncsi, hogy mit csinálpád 40 Szamárral? Tehát, hogy az ott mi a... 40 az egy ilyen 10-15 Szamara van. 10 Szamara. De 10 Szamara van. Én azért kettőnél is elgondolkodnék, hogy miért van nekem 2 Szamara, de ő 10-nél sem. Hát meg. Hát kérlek szépen, 180, na, nem 210 ezer. Azt a mindenét, akkor 80 is alá lőttem. Aha, tehát akkor ilyen 100 és 200 ezer között van egy jó kis Szamár. Botó, te mivel foglalkozol egyébként? Hát én orvosi egyetemre járok. Állatorvosi? Nem, emberorvosi. És hát igazából ezzel. Még most azt mondod, hogy már el akarod hagyni, vagy most végzel, vagy abba hagyod? Jó, nem hagyom abba, most leszek másodéves. Nagyon durva, sokat kell tanulni, nagyon kemény. Ó, nem tudom, hogy ezt a tanáraim hallgatják-e. Nem, hát kell tanulni nyilván, de... Csak annyit, amit bárkinek szerintem. Aha, tehát hogy vihető. Persze, vihető. Lehoztató a dolog. Na jó, csokoltatjuk a fatert, mondd meg neki, hogy nagyon jó arc. És Jolánt is. Átadom már át is adom neki, és Jolánnak is átadjuk. Érdekes család vagytok azért így ebben a formában. Majd érdekes lehet nálatok egy ilyen kis összévete. Botond, vigyázz magadra, örülünk, hogy beszéltünk. Én köszönöm, hogy itt lehettem, sziasztok. Köszi, szia. Hello. Nagyon jó. Tízszer szamarodon, de nem tudod, miért. Ugye, mert olyan nagyon sok, a húsát nem, a tejét nem nagyon, nem. Párosztatti, abból nincs olyan nagy lóvé, tehát hogy valójában mit csinálsz vele, mert nem az a házi állat, ami legalább tejet, sajtom, itt tud tojást, nem, hogy úgy nagyon munkát elvégez talán. Egyébként szamárkolbász van. Aha. De ugye a többi rész is nagyon feldolgozható, nem? Én azt tudom egyébként, a Feri okosan mondott azzal, hogy egy terápiás állat lehet, de például egy másik lónak, mert tudok róla, hogy például Gyulakeszin van egy nagyon jó kis egy ilyen tanyaszerűség, egy kedves ismerősömé, és ott például a zebra mellé vették. Mert szomorú volt. Magányos volt a zebra. Igen. És ők társas lények, tehát hogyha egy szamarad van, az nem jó. De fel is csíkozták a szamarat neki? Tehát, hogy befestették fekete fejjel, nem? Képzeld el, hogy nem, valahogy így. Azt hitt, hogy egy nagy vastag csík van rajta. Átverték. Csak fejjel festették. Egy nagy vastag fehér csíkot kapott csak a szamár. És akkor már jól van a zebra? És igen. Hú, és jó. Társas lények, tehát hogy külön-külön nem érzik jól magukat, de hogyha együtt vannak, tehát hogyha egy szamarad van, az nem jó. Ha egy összevéred van, az nem jó. Minimum kettőnek kell lenni. És lehet, hogy csomagárban kapta meg azt a tizet. A szamár te is nagyon finom, azt írja valaki, én még nem ittam. Az nem a kumisz, mert ugye az a lótej, az a szamár tej, elijesztett kancatej. Az a kumisz, igen. Van, ahogy a Magyarság Kutatóintézetben mondják.
Igen, de szamárt ez milyen? Te ittál, Feri? Nem, soha életemben. Nem. De sajtot nem csinálnak belőle szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy úgy... Volt szamaratok? Mert olyan állat nincs, ami nektek nem volt. Volt. Aha. Volt? Volt, de az másé volt. Én azt biztosan... Az más csinált? Más az volt más a szamár. Én azt biztos nem kóstolnám meg. Mezőgazdasági munkákra használtuk. Elvittétek ezt. Valaki ráállt mögé a sámlira, mi? Mit gondolsz az én családomról? Itt az albánok. Állítólag előszeretettel csinálják, ha nincs, jó, egyedül nincs más vagy a hegyen, megoldán, azért ott. Fönn vagy a hegyen 6-8 hónapot. Ez is az állat kizsákmányolás felett elhatárolódom. Teljesen elhatárolódom, Gatér, igen. Na jövő mindjárt. 2 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után 12 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt! Zubász, dolgozó, szevasztok! Szevasztok! Egy hét is jön az iskola, tartsatok ki, drága szülők! De jó. Na, ne aggódjatok! Miközben nagy üzemben zajlik itt a tejbegríz gyártás. Tegnap Jani Vegaburgerrel, Feri, most állása, mi jövünk. Valamit csinálunk kell, melyiket minden hozok reggel. Ez igaz. Ne, mi hát, az, hogy mi téged jövünk? Nem tudok belekeverni, Zsül. Rajtad a világ szeme. Te vagy a következő. Aztán most már nekem is villantanom kell valami. Majd úgy is Lacival be. Laci, be tudsz vásárolni. Tudsz hozni 8 darab hiperes francia krémet. Nem, tényleg, Jani tegnap a Vegaburgerrel oda tettem, ma Anna rápirít még a tejbegrízre. Igen, úgyhogy most remélem őt is elkapják. Zsülci, tényleg mi jövünk? És már valamit kell csinálni. Kell csinálni. Igen. Valamit most már mutatni kell. Na, azért a Misi, hogy kimarad a kérdés, a szakértői kérdés, mi van, elfáradt a gyerekek? Nem, egyszerűen nem volt olyan szakértőnk, nem olyan típusú szakértőkkel beszélgettünk most, hova szelletteni, de megvan. Tehát, hogy jön, akkor ez... Nem akartuk kizökkenteni. Nincsen, meg lesz a szakértő kérdés, a szeles kérdés megkapja. Imádtuk a srácok, köszönjük, azt mondja, hogy Ozorán többszörös elázás, Oziritis, most a tűző napon ássuk az alapot. Ja. Imádtuk ezt a zenét, amit most leadhatok. Köszönjük szépen. Csak óvatosan, kenegessétek magatokat. Igen, Ausztriában már 20 fok van és szakad az eső, jön ez a hétvége előtt magyarba is, higgyétek el. Csokolom. Kezét csokolom. Azt a minőségét nekik is. Ugye, hogy ugye? Helyes csokolom. Kaptál egy kávét a Tibitől? Ez a Tibi, olyan jó segge van ennek a Tibinek. Hallott, én hallod, ez a szilárd, olyan gömbölyű segge van. Ezek a magas karcsú srácok, ezek mindig bejöttek. Ó, na mindegy, ez van. Ah, kaptam tőle egy kis kávét. Olyan figyelmes. Nagyon rendben, de olyan kedvesen hozza neked ezt a kávét. Hát bejönnek neki ezek a kis dédelgetős kis... Ezek a kis csöpségek. Így van, kis kollák. Kis aranyos kis csöpségek, kis csöpséges kis macikák. Szinte merre kívánkoznak, mert hogy dédelgetni, mert hogy ilyen árva kis állatok. Úgy fölemeli ide magadhoz. Na, szóval mit főzünk a héten, Zsül? Mit főzünk? Mi valamit csináljunk. A Feri hozza a reggelit. Tök, hogy berántottál már megint valaki. Persze, persze. Velem kezdte, hogy mi mikor hozunk. Mondom, Feri, most már mi jövünk, hallod, Feri, felkészül, Feri. Jó, tehát már visszadobta a labdát, ő mindig hoz reggelit, várja. Anna tejbegrit csinált. Te csináltál Vegaburgert. Laci sokszor megy a közérbe és hoz reggelit. Igen. Zsül, próbálom szűkíteni, mi jövünk, basszus, mi jövünk. Ő Bográcsban jó. Bográcsban. Te mondtuk is... már, hogy meg lehet csinálni itt kint a teraszon. Semmi gáz. Ha nem találom a bukós is, akkor én is tudok Bográcsban biciklizni. Pont fölmegy a fejemre. Este? Meg tudja, megfigyelj, meg tudja. Jaj, nem annyira csumpesz. Micsoda? Hát, hogy nem tudunk valahol összehozni egy igazi délutáni fröccsözős bográcsparti. Itt a teraszon felszedjük a WPC-t, alágyújtunk, és akkor csinál egy mondjuk már vágtunk már disznót is, hát nincs ezzel baj. De hogy... Ilyen, szerintem meg lehet csinálni. Feri, biztos, hogy van valami ilyen mobil alkalmatosság, amit nem tudom, annak ilyen boronatárcsából, vagy nem tudom, miből csináltatok, hogy ne gyújtjátok fel. Olyan is van, meg van rendes gázégőm, amit ide ki tudunk tenni. Simán meg tudja ezt csinálni. Zsülci, jön este reggelre kész a babgulyás. Akkor az van, Zsül, hogy akkor te vagy. Jó. Jó? Jó, legyen. Tehát akkor felkészül a babgulyás. Itt reggel, vagy bográcsgulyás. Ez 90. Legyen. Hát 6-tól 9-ig megvagyunk. Megvagyunk, de akarsz babgulyást reggelizni? Nem, de egy bográcsgulyást igen. Aha, akkor jó. Reggelire egy jó babgulyás. De bográcsgulyás, akkor ne babgulyás csináljunk. Ez is jó. Meg egy rólam elnevezett paraszt tarhonya is legyen benne. Igen. Az, de régen ettem tarhonyát. Hát vegyél tarhonya földekre, menjek ki. Ha persze, tudod. Ha most lesz aratás. Igen. Most van szezonja. Nem vert el a jég. Igen. Na gyerekek, ez jó téma, amit a szegény Pálfi adott nekünk, ő nem is tudta, hogy milyen jó téma lesz majd, és talán ezzel nem foglalkoztunk még. Igen, vagy nagy visszatérés volt. Nagy visszatérés volt, ugye, elmondjuk, hogy mi történt, de hogy a nem is tudom, hogy hagyhattuk ki, de hogy a minden idők legrövidebb munkahelyen eltöltött munkaviszonya, amikor is a hallgatóinkat kirúgták. Ugye? És ezt a Pálfi adja most szegény, aki hát egy meglehetősen szerencsétlen interjút csinált a Márki Zajjal, ugye?
és hát egy nap alatt mondtak fel neki úgy a Hír TV-nél, hogy nagy csinadratával ő visszatér, tizen akárhány év után újra a képernyőn Pálffy István, tehát 13 év után visszatért a műsorvezetéshez Pálffy István, aki hát a jobboldali kötődés, ugye Hír TV napi aktuális című műsorában beszélget a meghívott vendégekkel. Hát ez úgy nem teszed le a hajat, gondoltad, hogy remek riporter, híradós, hát visszatér a Pálffy, egyébként egy jó jelenség a képernyőn szerintem az István. Tehát, hogy jó látni. Igen, jó jelenség volt, én csak azt gondolom. Jó jelenség volt. És most megint volt. Országgyűlési képviselőként volt ugye a parlamentben. TV2-nél volt sokáig ugye híradós, és... Műkedvő szomeliéként is nagyon sokszor lehetett róla olvasni. Igen. Na visszatérve... Ugye Schmidt Pál és Kovács Zoltán államtitkár után a Márki-Zay is megérkezett hozzá, egykori miniszterelnök jelölt, Hódmezővásárhely talán jelenleg is polgármester, hát ezt nem követem annyira, és hát egyetlen... Még egyszer köszönjük. Egyetlen egy beszélgetése volt a Márki-Zayjal, mert utána hát kirúgták a párt. Tehát egy egynapos visszatérés, egy teljes adást. Nem tudom, hogy nem tartja-e a hazai rekordot, hogy minden idők legrövidebb televízióban már az munkaviszonya, pedig azért híresek vagyunk mi televíziósok, hogy ki tudjuk magunkat rúgatni innen-onnan gyorsan egy bakiért, meg átmegyünk, átigazolunk, visszamegyünk, de szerintem most az István minden idők leggyorsabb televízió elhagyója ever. Tehát ez a ma felveszem, lenyilatkozom, holnap kirúgom, ezt nem csinálják nagy tévések azért, legalább egy évadot megél a műsoruk, amit aztán lehet, hogy levesznek, és akkor a csatorna finoman egy ilyen diszkrét bájjal kiadott közleményben elköszön a műsorvezetőjétől, és azt mondja, hogy külön válnak útjaink, de sok sikert kívánunk. Na most ehhez képest a Pálffy hétfőn kezdett, kedden kirúgták. Aha. Vagy kedden kezdett, szerdán kirúgták, mindegy is egyébként. Ez egy ilyen első menetes K.O. volt, csak saját magát ütötte ki. Igen. Hát ugye beszélgettek a Márki-Zay. Én megnéztem ezt a beszélgetést, hiszem egy borzasztó nagy félreértés ez az egész, ami ott történt. Én gondolom, hogy a Pálffy, vagy nem mentem föl, de gondolom, hogy mire gondolhatod, de nagyon rosszul fogalmazott. És az önzetlen kiállás és a meghurcolt társadalmi csoportokról beszélgettek, és ezen ment a vita, hogy hát is ki kell állni a tanárok mellett, az egészségügyi, meg rendvédelmi dolgozók, mit tudom én, erre beszélgetek. És hát itt jött a Pálffy, aki azt mondta, hogy hát bizonyos türelemmel kell lennünk a pedofilok iránt. Mert hogy betegek. Mert hogy betegek. De ekkor még nem hangzott el, ez arra hangzott el, hogy a Márki-Zay visszakérdezett. És akkor erre mondta, hogy igen, mert egy betegség. Igen, hogy ott vannak a gyerekek. És akkor kérdezi Márki-Zay, hogy milyen türelemmel kell lennünk a pedofília felé. És akkor mondja a Pálffy, hogy a pedofília az egy betegség. És akkor nagyon jó hasonlatot mondta Márki-Zay, mert azt mondta, hogy a tömeggyilkos is lehet beteg, ettől még ne legyünk türelmesek a tömeggyilkossággal szemben. Ez egy nagyon szép érvelés volt azonnal. Az is egy mentális betegség, mondta a Pálffy. És mire a Márki-Zay mondta, hogy hát a tömeggyilkossal se legyünk türelmesek, a pedofiliával se legyünk türelmesek. És akkor belement abba, hogy szembeállítjuk más társadalmi csoportokkal, de a gyerekek védelme, na mindegy, tehát hogy nem volt egy szerencsés megfogás, és nem is nagyon értem, hogy mire akart kiukadni egyébként ezzel a Pálffy, hogy legyünk türelmesek a pedofil csoportok iránt, vagy hogy ez hogy jutott el ez a gondolatmenethez. Nem tudom. Nem hiszem, hogy egy régebbi ügyet akart védeni. Följött egy régebbi ügy is, egyébként följött a kalettás ügy. Mondta a Márki-Zay, hogy ugye a kalettás, és akkor erre mondta a Pálffy, hogy ez egy régebbi ügy, maradjunk a napi aktualitásnál, próbálta visszaterelni a dolgot. Ami még... Szerintem neki véletlenül ugrott be, tehát nem tudatosan használta a pedofiliát. Csak ez valamiért ez ugrott be neki, hogy ővelük is legyünk megbocsátóak, mert ez egy betegség, és akkor ezen mentek tovább, de szerintem ő nem tudatosan hozta be, nagyon szerencsétlenül hozta be. Igen, és akkor ma bement, holnap, már másnap ugye kirúgták. Ezért ez nagyon ritka. Szerintem adás után megtörtént a dolog. Ez nagyon ritka. Igen. Nem tudom, rúgtak már ki valakit ilyen gyorsan televízióból vagy rádióból? Hát tévés műsor az volt, de az két adást ért meg a TV2-n a az lehet, által. Hogy maga a műsor az mondjuk nem hozott jó nézettséget, de attól a műsorvezető állományban marad, leveszik, de az, hogy ma bemész, megcsinálsz egy műsort, és utána jelentkezik a csatornán, csokkolom, el is váltunk, ez minden idők. Akkor a adásban nem biztos, de most biztos, hogy nagyot megy majd az interneten ez az adás. Tehát ugye ez lesz valószínűleg a Pálffy legnézettebb adása. Szerintem. Szerintetek kap végkielégítést? Hát egy havi fizú ilyenkor jár, egy napi. Nem tudom. Na mindegy, nem is maga az ügy, meg ez a sztori a lényeg. Hát persze az ember sajnálja, biztos szerencsétlen volt, rossz formában volt, nem úgy gondolta, nem akarom menteni, nem tud, próbáltam megfejteni, megnéztem tőle, hogy milyen gondolatmenet alapján ment, mire akarhatott kiukadni, mi volt a baj ezzel az interjúval. Ez így
szakmabeliként hát engem baromira érdekel, többször megnéztem, hogy mi, honna, hol csúszhatott ez el, mire akarsz gondolni. A saját bőrünket tapasztaltuk már, hogy azért nagyon meg kell rágni mindent, hogy mit mond az ember, mert hiába mondhatod, mondhatjuk azt persze, hogy nem úgy gondoltuk, és ezt nagyon őszintén mondhatjuk, mert tényleg így történt, de nagyon-nagyon vigyázni kell már, hogy fogalmazol mindenben. Tehát, hogy én nem feltételezek róla ilyen értelemben rossz indulatot, vagy pedig az, hogy ő megengedő lenne a pedofilokkal szemben. Nem, valahogy másodítottál ide, de hülyén fogalmazott. Manapság már nincs bocsánat. Tehát, hogy nincsen olyan, hogy nem kapsz második esélyt. Tehát, hogyha ezt nagy nyilvánosság előtt mondasz egy ilyen szerencsétlenül megfogalmazott béna mondatot, gondolatot, igen, azt sem magyarázkodhatsz akárhogy. Igen, és nagyon jó volt a Márki Zajvele szemmel egyébként. Jó volt a csávó. Uralta a beszélgetést. Tehát jó, egészen megdöbbentő. Én láttam bele egy-két interjút, megbeszélgetés, de most nagyon-nagyon láttam, hogy a pacák úgy ott van, jelen van. Tudod, volt egy ilyen tere, hogy úgy igen, most úgy olyan hasonlatokat is úgy vágott vissza, és úgy vágott az esz, és azt mondom, hogy igen, ez így. Amikor nincs tétje, ő nagyon jó. Ez így rendben van, tehát ez a fajta érvelés ilyen politikai viszonylatban azért így nem megszokott, hogy valaki ilyen flottul, ilyen jól így riposztoljon. Kifejezetten jó volt egyébként tényleg. Na jó, de akkor nézzük meg, tehát hogy keressük meg azon hallgatónkat, aki még ennél is rövidebb időt töltött egy munkahelyen, és válasszuk meg a minden idők leggyorsabban kirúgott kollégáját, vagy hát nem kollégáját, hanem hallgatót, de nem ér kamuzni, jó? Tehát nem ér elmondani, hogy igen, bementem egy órára, kirúgtak a megkívánat, tehát valós dolgokat írjatok, de mi volt a legrövidebb idő, amit munkahelyen töltöttetek, mert tönkretettetek valamit, elnéztetek valamit, a főnök tyúk szemére léptetek, rájöttetek, hogy teljesen alkalmatlanak vagytok, és várjál, nem felmondtatok, az fontos, hanem kirúgtak. Bemenni, azt nem tetszik a munka fölmondani, azt megcsináltuk, bementem fölmondani. Nem, bementél, ott voltál 2 órát, 3 óra tényleg, múlva. Az a legjobb, igen. Felmondtak, neked kirúgtak. Bementél, a portán becsekkoltál, bepittyented a kis belépőkártyádat, és aztán szóltak, hogy hát sajnos már nem a tiéd az állás, vagy vala. Igen, én gondolkoztam, de én így nem jártam. Tehát ilyen nem volt, hogy bemész és egy nap után. Egy tehát nap. Hogy ez olyan, hogy mit tudom, tényleg 2-3 hónap után az ember valahol felmond, az igen. De hogy egy nap után, vagy 3 óra után, vagy 5 óra után azt mondják, hogy köszönöm szépen. Így nagyon ti se, nem? Tehát nem, tényleg, ez Guinness. Ilyen televízióban azért ez abszolút Guinness rekord. Én voltam egyszer egy ilyen. Nem csak tévében, szerintem minden. Minden egy nap után, ez gyerekek, egy nap után mindenhol, igen. Föl, ugye nem az 1 órás műsor volt, csak a munkaideje, bementő reggel, ugye szerkeszteni, átnézni az egész sztori. Tehát egy teljes napot mondjuk eltöltött. Uh-huh. Ennél kevesebbet valaki. Biztos lesz olyan, akit 3 óra, 5 óra után, 7 óra után rúgtak. Vagy egy letöltött, mint tudom, 8 óra után. Kevesebb, hogy most utána gondoltam. Amikor kirúgtak? 2-3 hét, igen, amikor jelezték, hogy nem annyira. Nem vagy annyira alkalmas? Ne, hát valahogy. Úgy döntöttek, hogy nincsen szüksége erre a beosztásra. Mi volt a munkakör? Gyártásvezető. Gyártásvezető voltál? Gyártásvezető, igen. És egy nap után mondták, igen, hogy... Igen. Hát nem. Mit hibáztál? Hogy érzed? Nem szerintem költséghatékonyság szempontból. De ez a gyártásvezető. Ja, de meg az eltöntem, hogy Janit, igen. Igen. Gyártásvezető. Ezt lehúzni, ezt kirúgni, ezt ebből levenni. De annak sok. Örültek. De ez jó, hát ez a feladata. Itt túlköltöttük, ez kevés, erre nem adunk ennyit. Engem már túl alapos volt, tehát túl lassú. Hát szerintem, hogy engem felvettek valaki helyett, szerintem pont azért, hogy egy kicsit olcsóbb legyen. A kettő közt ez volt a különbség, hogy értett ahhoz, amivel foglalkozott. Én meg ilyen teljesen ilyen 0 kilométeres voltam. Egyébként a Just Tour mellett. Tényleg? Hallgasztam, igen. Komolyan? Valamelyik műsorában? Igen. Mint gyártás. De azért az egy külön szakma, tehát azért az egy bátor vállalás a részedről is. Beszélgetős műsorokat csinált éppen, tehát hogy gyakorlatilag annyi volt, hogy beraktak egy Shure mikrofont, vagy egy asztalhoz. Jöjjetem, vendéget diszponálni, mikrofont biztosítani, tehát nem egy bonyolult gyártásvezetői feladat. Nem volt egy extra, de aztán rájöttek, hogy hát ehhez igazából... És a Laci mondott föl személyesen neked? Te ő mi ment oda? Végtelenül korrekt csávó. Tehát, hogy nagyon jó arc volt, nagyon aranyos volt, nagyon udvarias volt. Tehát ez... Mondta, hogy nem teljesen hát erre gondoltunk, hát János. Igen, és mennyi időt töltöttél? Szerintem 3 hetet talán. De tényleg. Nagyon aranyos vagy, nagyon helyes volt, és az, aki betanított engem, az előző gyártásvezető, gyűlölt. Tehát, hogy az... Hát szerinted? Hát, na. De nem én voltam ezek, én csak hallottam, hogy van egy ilyen lehetőség, van egy ilyen állás, az egyik gyerekkori barátom révén kerültem oda, és akkor így nagyon rettenetesen kellemetlen volt. Mert hogy ugye az emberrel mentem, aki nem szólt hozzám, ott ültem mellett az anyósülésen, ő mutatott be a... Mert ő már tudta, hogy a helyére néz. Igen, egyértelműen, és hát rajtam csapódott le az egész. Visszavették utána az embert, aki oda vitt? Szerintem nem.
Úgyhogy szörnyű kellemetlen légyünk. Volt. Egy picit kellemetlen, mint a tegnapi vegános beszélgetés. Igen, de jó, hát akkor neked akkor három hét a rekord. Körülbelül három hét. Na, az már azért munkaviszonyban egészen hosszú. Igen, tehát, az már pedig nagyon kellett, egy nagyon akartam. De kifizették az egy hónapot? Ezt mondom, nagyon korrekt ember. Nagyon korrekt ember. Aha, az úgy mondjuk jó. Fater elment biztonsági jönnek, másfél óra múlva összereferkedett. A biztonsági főnökkel egy fehérig miatt azonnal kirúgták. Jó, tehát akkor egyelőre a másfél óra vezet, igen. Tirolban 4 nap után rúgtak ki, mert a kolléga kiitta a bárt munka után, és rám kente. 4 nap. Hétfői napon 16 óra körül írtam alá a szerződést, másnap reggel 8 óra után pár perccel a főnököm közölte, hogy meggondolta magát, inkább menjek, mégsem kellek. Budaörsön ki volt írva, hogy gyere hozzánk hokizni, bementem, de nem egyre gondoltunk. Laci! Svájcban egy étteremben mondták, hogy 17 órára menjek dolgozni, odaértem, és közölték, hogy a vendéglátásban 4 órával előbb kell érkezni, 1 percet nem dolgoztam. Jó, akkor Orsi vezet. Aha. Mert hogyha te 5-re hívnak, akkor 3-5-re kell oda menned. De hát ezt közöljék. Az a svájciak nem viccelnek. Oké, de ha ő azt mondta, hogy 5-re megyek. Akkor ő 5-re oda ment. Igen. Tehát ő nem hibázott. Nem. Szegény. Igen. Eladóként dolgoztam volna nyári munkán egy ruházati üzletben. Kérték, hogy figyeljünk arra, hogy ne legyenek lopások. Én figyeltem egy családot, akik gyanúsan viselkedtek. Pont bejött a főnök, látta, hogy állok az egyik válfánál, és azt mondta, hogy többet nem kell jönni, magyarázkodni se volt időm. 8 órát dolgoztam ott. Miközben ő figyelte a családot, akik meg nagy erőkkel pakolták be egy sportáskába a havaingöket. Frissen végzett szakács tanuló voltam, amikor reggel szóltak, hogy fel vagyok véve szakácsnak, mert a másik 2 szakács összeverekedett előző este részegen egy csaj miatt. Boldogan álltam be dolgozni, 1/2 óra múlva szóltak, hogy kibékültek a srácok, menjek nyugodtan. Köszönjük, viszlát! Azt a mindenségit neki. Közmédia sportkommentátor, gyakornoki pozíció. Megkérdeztem az első napon, hogy honnan és miből szoktak felkészülni. Választ nem kaptam, de nem is hívtak többet. Nem kell kíváncsiskodni, na. Hát mit kíváncsiskodsz? Hát ne akarjál azért túl sokat tudni. Nem? Az irritáló mindig. Az nagyon sok, igen. Gipszkartonos festőcég vagyunk, Sopronban, áprilisban felvettünk egy sáckot, 7 órakor felvitt a harmadikra egy Hilti koffert, 7 óra 17-kor hívott a csapatvezető kolléga, hogy a srác azt mondta, neki ez a meló nem tetszik. Azóta is emlegetjük, ő a 17 perces. Még csak nem is gyapotozott. Jó, de ő legalább magától ment el. Nem? Igen, őt nem kirúgták, ő 17 perc után rájött, hogy neki ez nem megy. Kárpitosként dolgozom, elmentem egy maszekhoz dolgozni, reggel 8-kor kezdtem, 12 órakor küldött el, mondván túl gyorsan dolgozom. Nagyon nagy a tempó. Csak heverő betéteket kellett csinálni, tehát elküldte a társát, mert hogy túl gyors. Igen, igen, hát az ő tempója lassabb volt a főnöké, és zavarta, hogy valaki nagyon teszi-veszi a dolgát. Fél, nekünk is volt egy recepciós lányunk, azért bemutattak nekünk, aztán soha többet nem láttam. Az 1 nap volt, ő is felállította, szerintem az 1 nap volt. Aha. De nagyon kedves, aranyos lány volt. Nagyon helyes volt. Valami nem jött többet. Igen. Nem, valaki nem csipolta annyira. Román határ mellett egy gázfogadó állomást kellett hegeszteni, odaértem reggel 8-ra. Elkapott a cifra, de olyan szint, hogy nem tudtam kijönni a tojtólból. 10 órakor mondták, hogy nekik erre nincs idejük, és elküldtek viszontlátásra. Mondom, hogy ez Zalába lakom, elég mínuszos volt a kör. Tomi küldte nekünk. 10 perc után rúgtak ki minket a barátommal butorkárpitos műhelybe, mert elkezdtük egymást lövöldözni a kompresszoros szögbelövőbe. Mondjuk ezt így jogosnak érzem. Szerintem az elég funny. Azt a mindenségit neki. Nem engem rúgtak ki, hanem egy ex-kollégám. Élelmiszert terítő cégnél furgonnal jártuk. A csávó az első nap utcát kelt autóból, hogy nem húzta be a kéziféket. Helyben állva végignézte, hogy a kocsi mindennel együtt begurul az árokba. 3,5 órát dolgozott aznap. Azért ez jó nagy kudarc élmény, nem? Tehát, hogy 3,5 után beborítod a kocsit tele áruval, az még ráadásul rossz is. Tehát ez nem egy jó érzés. 18 évesen egy budapesti szórakozóhelyen pultoztam. 1 óra alatt annyi jégert megittam, hogy sugárba okáttam. Hazaküldtek. János küldte nekünk. A legnagyobb automata kapusz céghez mentem vezető pozícióba. 4. körös interjúztatás, megfeleltem, leszerződtünk. Első napom előtt este hívtak, hogy mégsem. Na, látod? 4 körös interjú. Átmész rajta, de megcsinálod. Mindenhol, igen. Ott azért csak úgy mondod, hogy na, alkalmas vagyok. És este mégis szólnak, hogy na-á. Hogy nem. Igen, ez egyébként egy jó szemét dolog. Na írjatok még, jól jövünk mindjárt 8:30 pontosan. Balázsék a Rádió 1-en!
3:49 lesz, pontosan egy perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, időjárásunk? Nagyszerű kis viharral. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Igen, itt ugye a párfi kirúgások kapcsán a legrövidebb munkahelyen eltöltött időszakról, időről, órákról, percekről beszélgettünk. Ugye Páfia hírtérét ért volna vissza, de azt hiszem talán egy vagy maximum két adás után, nem az első napja után első. Föl is bontották vele a szerződést. 13 év után, hát ez nem volt egy hosszú pályafutás. Nem, mondtad, ez viszonylag. Villámlátogatás volt a Hír TV-nél. És arról kezdünk beszélni, hogy ki mennyi időt töltött a munkahelyen a legrövidebbet, amikor is hát kirúgták. Itt van 5 perc, van 1 óra, van 3 óra, úgyhogy nagyon jók a hallgatóink gyerekek. Nagyon szórás. Van, aki egy megbeszélés miatt rúgtak ki, van, aki 5 perccel korábban kellett, hogy érkezzen, és pontos volt. Van, aki építkezésen másfél óra után lett elküldve, szóval, hogy igen, érdekes azért a dolog. 5 perc előbb érkeztem, és megismerem a családot, ápolónő vagyok, új munkahely, becsengettem, majd kijött a főnök asszony, és üvöltözi kezdett, hogy 5 perccel előbb mentem, és a férje még alszik. Becsapta a kaput, visszament a házba. Válaszúszom, beültem a kocsiba, és hazettem 120 kilométert. Azóta van új munkám. Brigitta. Biztonságtechnikai cégnél dolgoztam Debrecenben, mikor kaptam magam elé egy újoncot. Társaságban szeretük, ami véséssel jár, mikor beindítottam a gépet, a slác leszaladt a harmadik emeletről, majd délután 2-kor jött vissza, mondta, hogy nem bírja a port. Inkább hazamegy. Nem bírja a port. Jó. Igen. Jó, de ez felmondás, nem kirúgás. Igen, ő magától ment el. Igen. Feggel hívtak, hogy akkor reggel várnak a megbeszélt helyen is időben. Előbb is érkeztem, mint kellett volna. Portáig jutottam, közölték velem, hogy sajnos. Ez a nulla perces. Ez eddig tartott. Balázs küldte nekünk. Svájcban ácsként dolgoztam, 7-kor kezdtünk, 9-kor reggel egy macska kilopta a kajámat, pont ott álltam, hozzávágtam a kalapácsot. A főnök kedvenc cicája volt, még aznap elzavarta 2 óra után. Na, de akkor az már egy egészen soknak számít. Az alatta lévő tolvast. Egy új kamionsofőr felvettek a céghez, első munkanapján mondták neki, mielőtt vezetne, csinálnak egy alkoholtesztet, ahol természetesen meg is bukott. Részegélt az első napján, 2 percet dolgozott, amíg a szonda feldolgozta az eredményt, ez eddig tartott. De Angliában milyen komolyan csinálják ez, hogy megszondáztatják őket, mi? Igen, tudták, hogy magyar munkavállaló, mivel indít tüskével. Másfél óra alatt küldték el az új targoncást, leborított mindent és összetört mindent, amit tudott. Azt se engedték meg neki, hogy targoncába visszajön a helyére. Kikísérték a kijáratig. Nehogy véletlenül valami bekárt csinálja. Nehogy valami bekárt, igen. Gyerekek, akkor itt vannak azért perces és órások a hallgatóink között, úgyhogy azért ez egészen jó. És megjött egyébként a nap kérdése. Pálfit egy műsor után kirúgták, arról mi a véleményetek? Jó, hogy későbben kapcsolódott be. Na, ez volt az a téma, amiben megbeszéltük azt többek Ruki közt. Gyorsan. Jó, de hogy így ennyi. Igen, Ruki gyorsan. Gyerekek, mondjátok meg nekem, hogy ezek a hiéna taxisok még mindig hogy csinálják ezt, amit csinálnak. Na. Ezért ez egy akkora rejtély, hogy mikor az éttermeket, a rendelőket, a magában minden nyakra francra büntetnek, főre, nyakra ellenőriznek, nyakra főre, köszönöm szépen, ellenőriznek, áruhásnavosok, álvásárlók, álfodrászhoz menők, áléttermesek, álvendégek, minden, hogy ezeket nem lehet elkapni. Ugye atlétikai világbajnokság, ők még mindig csapatják, hogy 100-200 ezer forintos túrákat szerveznek, az egyébként gyarútlanul az ő taxiukba beülő külföldi turistáknak. Hogy csinálhatják ezt még mindig meg? Jelöletlen taxi, ugye azt jelenti, hogy nem tartozik egyik társasághoz sem. Na most azért ezt úgy lehet... De egyébként ez sárga? Tehát ugyanúgy sárga. Lehet tudni, hogy nagyjából honnan indulnak. Lehet tudni, hogy hol tanyáznak. Lehet tudni, hogy hol veszik fel a turistákat. Hogy nem tudják az atlétikai VB alatt őket kikapni? Mondjátok meg nekem. Tehát 100 000-eket rángatnak le turistákról. 10 000 forint mondjuk egy bejövetel, szerintem körülbelül Cseperről a belvárosba, egy 10-esért betaxizol, ehelyett ő így belöki, hogy 100. És képzeld el, hogy hányan fizették ki, mert ugye volt, onnan pattant ki az ügy, hogy egy ilyen külföldi, az kiszállt, és azt mondta, hogy ne szórakozzanak, már jelentette. Ő de tökös tényleg, volt, hogy nem fizetett. Igen, ő tökös volt, és ő jelentette is ezt a sztorit.
Az étteremben állunk, minden héten jön a NAV. Tegnap voltak, kezdett. De nem lehet, hogy éhesek ott, tehát hogy... Tök jó, örülök neki, de nem jöjjenek. Nem ez a megoldás, hogy kajálni, ott ugye, hogy Ferinél van, minden rendben van, de menjünk már, csináljunk meg, hogy mit ellenőrizni. Megkérdeztem, hogy és legalább a kaja finom volt, azt mondták, hogy nagyszerű, itt mindig szeretünk enni. Mondom, jó van, akkor gyertek máskor is. Érted? Neked nem veszteség, mert ők fizetik. Igen. Fizetnek. Igen, persze. Nem az a veszteség, hogy szoktuk volt mondani, hanem a többi. De hogy igazad van, hogy ide nem lehet valakit? Őket például ki ellenőrzi? Hát őket szerintem a BKK. Hát a BKK hatók, tehát a hatókörébe tartozik a taxi. Ja, ők üzemeltetik, ugye tulajdonképpen, vagy valami ilyen. Tehát gondolom, hogy BKK tudja ellenőrizni. Meg hát nyilván a BRFK is. Ja, hát. BKK, BRFK, rendőrség is ellenőrizhet, de hát a BKK alá tartozik, tehát ezt nekik kell elvégezni. És akkor próbataxizásra kell menni nekik? Persze, is. Be kell ülni. Beülsz, belvárosra. De várj, ez bonyolultabb, mert ott várj, hogy külföldinek kell mutatkozni. Na most ugye az már akkor lehet, hogy ez erős kívás elé állítja a BKK munkatársait. Nem tudom, hogy vannak az idegen nyelvvel, de ugye neked ott külföldiként kellene, hogy beüljél, mert elsősorban arra csapnak le. Hát vagy a másik véglet kell, hogy olyat találnak, aki a magyart is töri. olyan BKK dolgozott? Egyébként igen. 100 000-ért visznek hotelbe, 100 000-ért visznek éttermekbe, és álljtok, most az atlétikai vébe alatt megint megy a hiénázás. Nem mondta, hogy nem lehet őket valahogy elkapni. És azonnal elvenni a taxis engedélyt, viszontlátásra kocsit bezúzni, ahogy Ausztráliába. Az nem jó, mert általában nem az övéké. Uh-huh. Nem, elkobozni, eladni. Ha én tudom, hogy én nekem ez 100 000, akkor én nem vagyok köteles kifizetni, tehát mondhatom, hogy álljunk meg, nem? Ő szabad árat mond, vagy az órát bütyköli meg? Hogy csinálja? Hát, basszus. Szerintem ez... szabad árat mond. Igen. Tehát ő nem indítja az órát, hanem azt mondja, hogy egyezünk meg előre, 80 000-ért megyünk fel a várba, hogy viszlek ki az atlétikai világbajnokságra. Tehát előre bemondja az árat? Ez a... Hát ez még a jobbik eset. Vagy ott mondja be. Na, az a szemét, amikor már el is vitt odáig. Bár ja, én akkor is kiszállhatok, nem? De miért mondanád belőle, hülye vagy? Hát akkor kiszáll, persze. Igen. Hát hülye lennél. Akkor mondod be, amikor már odaértetek. De nem, mert nem előre bemondom. Várj, én vagyok a hiéna, akkor igen? Én előre bemondom, mert onnantól kezdve biztonságban vagy, ha rábólint. Na de hogy ha előre mondja, bemondod, valószínűleg kiszáll. De nem biztos, hát látod, most is már megy az atlétikai VB, és egy ember volt, aki kiszállt. Képzeld el, hogy hányan fizették ki ezt, uh-huh, a 100 000-et, vagy a 80 000-et. És akkor te biztonságban vagy, bocsánat, taxisként, ugye? Mert rábólintott az utas. Te megmondod előre, hogy oké, megyünk a izére, a Hyattbe, akkor de nincs az a hülye turista, aki azt kifizeti, hogy az 400 000 vagy 300 000 biztos kell mondanod. Meg ők honnan jönnek, a Holdról, vagy azt gondolják, hogy ez tényleg ennyire Balkán, hogy itt ilyen bemondásra mondják az összeget? Tehát, hogy nincsen, tényleg nem azt mondják, hogy de órával megyünk, és nem pedig bemondásra. Na de képzeld, ha órával megy, hogy pöröghet ez az óra, ami mondjuk a keletitől, vagy nem tudom honnan. Fölmész a most mondjatok valamit, nem tudom, fölmész amik étterembe, vagy nem tudom, és 95 000, az hogy pörög? 5 000-esével, 10 000-esével? Másodpercenként ugrik egy 1 000-es, hogy 10 perc alatt. Ha a Mátyás teglom, a kedves. Becsuktam az ajtót, 10 000? Igen. És így ülsz a kocsiból, és nézed, 11, 12, 13, 14. Tehát csak így számolok 100-ig lassan, normálisan, egy percenként, érted? Egy fél percenként ugrik egy 1 000-est? Ezek, hogy pörög az óra? Ezek nem ilyen hitelesített órák? Tehát, hogy... De taxisnál. Érted? Na, ilyen becsület és környékről de, származik. De ők valódi taxis engedéllyel rendelkeznek, igen, vagy ők lefóliázott sárga autóba, sárga nem, rendszámmal, engedély nélkül valamit megmókolva mennek nem, egyáltalán. Szerintem ilyen magánfuvarozói engedélyük nekik van. Tehát, hogy ők hivatalosan is taxisok. Tehát ez hivatalosan, igen, nem tartozik szervezet alá. Igen. Tehát ugye ettől hiéna a hiéna, hogy nem tartozik mondjuk főtaxihoz, bárkihez. Hát nem ettől hiéna, hanem ettől hiéna, hogy vagy átveri attól hiéna, a... Vagy attól hiéna, oké, okay, bocs. Most elnézést az összes magántaxistól. Elnézést, elnézést. A pár egyéni vállalkozóban most belerúgtál. De... Azt írjál valaki, hogy azt hiszik, hogy megtett métereket mutatja az óratot. És hogy tök nyugodtan ülnek, tudod, hogy 100 méter, 200 méter, és közben 20 ezer, 30 ezer, 5 ezer. Tehát valószínűleg itt az van, hogy egyszerűen nem cseszegetik őket, nem akarják. Nem, én nem gondolom, hogy a BKK meg a BRFK nem találná meg ezt a 10-20-30-50 egyébként jelöletlen taxist, akik ilyen durván hiénáznak. Tehát ez nem csak országhibás szempontjából, de nehogy már ez velük ne lehessen őket elkapni. Hát azért nem egy ilyen underground maffiáról van szó, akik a föld alatt működnek, tudod, mint a kolumbiai drogkártelek, hogy amszterdami kikötőkbe banán között viszik be a kokaint, és egyszerűen megfejthetetlenek, és leleplezhetetlenek. Hát azért ezek kint vannak az utcán. Be lehet hozzájuk ülni. Valahogy lehet őket ellenőrizni. Ez simán lehetne.
simán, és akkor meg lehet kérdezni, hogy ebből, még, bocsánat, hogy lett ebből most 20-30 ezer azokat a turistákat, hogy vakarják a fejüket, mikor így kiszállnak, és azt mondják, hogy 110 ezer. Uh-huh. És akkor bemondja, hogy kártyával lehet fizetni. Ne, sorry, nem. Aha, nem jó. Card machine is no working, mondja. No working. Kaput, finish, machine kaput. Machine kaput. Just cash. Machine kaput. Mondja neki a taxis hiéna. És akkor valószínűleg embereinknek el kell ügetni valahova egy automatához, mert nem vagyok benne biztos, hogy 3-400 cash azért van nálam mondjuk euróban. Tehát 100-100 ezer forint azért az 300 euró, azért az nem biztos, persze, van nálad cashben. Persze, főleg egy olyan országban, ahol leginkább forinttal fizetnek. És akkor mondja a taxis, hogy jó, én elviszlek az automatához, elkíséri, ugye? Igen, leveszi de a akkor cash. Már ott van a viper a kezében. Igen, ott akkor már a viper a gáspré, és a boxer már fel van húzva. És aztán visszaviszi. Ez olyan lehetetlennek tűnik, nem? Hogy ennél azért bonyolultabb ügyeket is megoldanak, hogy valahogy ezt így nem lehet megoldani. Nincs ajánlott taxitársaság, amit mondjuk így a VB hivatalos szervezői ajánlanak? Hát van, nem tudom, lehet, hogy van valaki, aki beállt, mert ők dolgoznak együtt. Szokott így lenni. Szokott tehát, lenni, ez... csak nincs szerintem olyan taxitársaság, aki egyszerre elbírni érted 5000 embert. És akkor, ha csak 4000-et viszel el, a maradék 1000 meg elkezd taxit keresni. Mm. Ott áll a sárga autó, oda megyek, nem nézem, hogy a rendszám a fehér, mert az már is bukta. Mm. Nem nézem, hogy milyen a szabad jelző, meg hogy néz ki, beülök és hazavitetem magam. Hm. Azért ezt tényleg megnézem, hogy milyennek a menete. Valaki csinálhatna erről egy rejtett kamerát. Előre bemondottál, taxijárpörgetés, gomnyomkodás, hírt, mik vannak teljesen mik? Gyanútlanul nem indítja el az órát, észre se veszed, és amikor megérkezel, jön a keménykedés és a 300 euró bemondása, tehát hogy milyennek a léprecsalásnak valójában a pontos menete, hogy zajlik ez? Vagy valahogy átállít. És akkor ott már megfenyegetnek, szól egy másik havernak, aki azonnal megérkezik, hogy mi van? Miért nem fizetsz? De ezt angolul. Igen. Mi van? Vatiz. Na erre már jön a társ, érted, megérkezik, és akkor valahogy kifizeted. Ha másnit van, akkor kikeseled, kiszállsz, és mondod, hogy éjj, de drága lett ez az ország, édesapám. És aztán mentek még egy jó étterembe, amíg aztán szintén... Egyszer élünk, szórakozni jöttünk. Szintén nagyon átvágnak. Szóval ez olyan fura egy jelenség, nem? Hát, hogy ezt így nem tudjuk elkapni. Kicsit vagy, kicsit jobb jelzőt is használhatsz. Valahogy, mint egy kicsit így félnénk tőlük, szomorú, vagy így nem mernek tudod, hozzájuk nyúlni. Ez az ország kép megint. Igen, hogy ő úgy fog hazamenni, hogy Magyarországon voltam, ahol egyébként jó volt, de mit mondasz el mindig? És a negatívot, és azt erősített, hogy gyerekek, a taxis lehúzott 300 euróval. És ez még hozzájön, hogy gyömrő jut, vagy gyors forgalmi állapot, a befelé jövet. És meg is vagy. Mire beérnek, már van egy kialakult kép az országunkról. Az baj, hogy ezt mi nem tudjuk letesztelni, mert téged is, meg a Ferit is rögtön felismerik. Hát fura lenne beülni, mondjuk, hogy a taxis az igen. Az a baj, hogy most már PC világ miatt nem festhettek be engem feketére. Tehát hiába húzom magamra a Szenegáli Atlétikai Szövetségnek a hivatalos pólóját, és vagyok feketére festve, már tőlem se szopnák be, hogy szenegáli atléta vagyok. És ide van szeg taxis, igen, hogy jó, mert hatóságjáras terméket árulnak. Tehát, hogy ez tényleg kilométerre meg van szabva, hogy mennyi. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem is... Nagy, ez nem is egy hasraütésszerű dolog, hogy kinek mit mutat a taxi órája, nem? Fix. Megvan ki alapdíj, ennyi, kilométerenként ennyi. Nem mondhatná más árat. Nem nagyon mondhatsz más árat. Tehát nyilván nem órázik meg, nincs engedély, meg semmi nincs. Igen. Na, hát azért gyorsabb, hogy felhívunk egy taxist, megkérdezzük, hogy több taxis írja nekünk, hogy szívesen elmondja, hogy Hívjuk fel egy hiéna. Egy hiéna jelentkezzen, mondjál rá néven. Tök jó. Sziasztok, Karcsi vagyok. A következőképpen működik. Jönök, Dózsit, basz. Karcsi, gyere, fuvar! Megjöttek a balekok. De tényleg érdekelne. Az is jó, ha már nem hiénázol, csak hiénáztál. Igen, hogy régen hiéna voltál. Igen. Korábbi vagy hiéna akarsz lenni, és már készülsz és rá. És már rákerestél. Igen, van már infód. Igen, a taxis hiénak Facebook csoportban már kérdezősködtél, hogy mit kell pont csinálni. Igen, hiéna szeretnék lenni nagyon hamar. Igen, hiéna vagyok, hiéna voltam. Jelentkezzetek. Ja, szegény külföldiek. Szép az ország, szép a VB, jó minden. Kesseli ki a taxikat 3-400 euróért, az nagyon kemény. Ja, Istenem, na jó van, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perc, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Sziasztok. Hello, Feri. Hello. Hello, Jani. Hol a csöpség? Valószínűleg az új kerékpárját bámulja, ami nem új, hanem nagyon régi, második világháború svájci ma reggel kapta aiba. Egészen elképesztő, hogy hallgatónk behozta neki Svájcból, ahogy Feri is mondja, egy második világháborús bringát kitűnő állapotban. A nyeregen az van, hogy 1943, tehát tényleg megdöbbentő. Kemény.
És hát Janinak ilyen dolgokkal lehet igazán nagy örömet szerezni. Én azt már nem tudom, hogy ő honnan szerető, Svájcban él, és a Minardinál, vagy hol dolgozik ő, melyik Forma 1-es csapatnál? Ja, a bocsánat, az Alfa Romeo-nál. Hú, te senki. Kimondtam, hogy Alfa Romeo, megint. Te utolsó. De miért mondom ki, hogy Alfa Romeo? Három. Basszus, kimondom, de nem akarom kimondani. Írjuk, fölírtam. Az Alfa Romeo-nál dolgozik, és ő Svájcból hozta ezt a bringát. Igen, ő ott él kint, és akkor kettő ilyet is talált valahogy, és azt mondta, hogy akkor az egyiket ő megtartja magának, a másik viszont a Janié, aki azóta is töretlenül kerékpározik a stúdióban. Ilyen a mi munkahelyünk. Vidáman lehet kerékpározni az irodában. Olyanok vagyunk, mint a Google, érted? Igen. Ez egy szabad munka egyébként, de tényleg, mi ezt nagyon szeretjük. Tehát Jani rúgja a köröket. Hát figyelj, szilíciumbölgy. Egy az egyben. Mint ha Google-ban lennék. Hátha a dobféket majd meg kell nézni egy kicsit, mert ott az vannak gondok. Ezt mondtad. Jó, ne arra, hogy második világháborús, tehát azért legyünk elnézőek a hátsó dobfékkel kapcsolatban. 80 éve ott van. Olyandék rónak nem ért a fogát. De ha már hoz valamit, akkor hozó rendesen. Egy 80 éves bringa, és gyakorlatilag használható állapotban van. Szerintem, figyelj, az, hogy két fék közül az egyik működik, én azt gondolom, hogy ez már egy előrelépés mondjuk a vidékhez képest. Nálunk nem megállásra van a bicikli. Nem áll. Letámasztásra. Igen, de tényleg nagyon klasszul néz ki, tehát, hogy ez iszonyatosan. Meg eleve tudod azt, hogy tényleg a második világháború óta van ez a bringa. Hányan ültek rajta, milyen élettörténeteket kísért végig, kik ültek rajta, kik tekerték, ki volt a gazdája, mi történt vele, hány gazdája volt. Ha csak úgy le tudnád ülni, és azt mondani, hogy figyelj, töltsünk egy pohár rozét, és mesélj nekem. Nem? És a bringa így elmondaná, hogy 43-ban születtem, mi történt azóta velem. És olyan sztorikat mondana, hogy milyen gazdái voltak. Most így utána ásogattam a dolognak, csak egy nagyon picit, ami belefért így a műsor mellett, hogy kondor típusú, valószínűleg három különböző kondor típusú. Aggódtam a típus miatt egyébként. De ez azért érdekes, mert van egy ilyen kondor klub Svájcban, akik ezeknek a kerékpároknak a történetével foglalkoznak. És ugye minden egyes kerékpárnak van egy hivatalos sorszáma, rajta is ott van. De ez alapján esetleg utána lehetne ásni. De azt nem tudod, hogy fölveszed ők a kapcsolatot, és elküldöd a számot, hogy tudnak erről a bringáról valamit? Simán lehet, hogy el tudják mondani, hogy mit tudom én, ki volt a gazdája, aki mit a 1963-ban meghalt. Jó, ez 80 éve keresztül raktárba állt, senki nem azt nem tudod, ahogy ismerlek, tudod, mi fog visszajönni? Ez a kerékpár lopott azonnal szolgáltatásra. Egyébként tényleg most küldjük a svájci rendőrséget, nem mozduljon, ahol van, beépített csipper rendelkezik, tudjuk, hol van. Ez a bringa lopott, nagyon régóta keresünk, maradjon, ahol van. Ez 1954-ben lopták el. Köszönjük, hogy jelentkezett, nem mozduljon. Igen, valószínű ez lenne. Na, egy kis csillagászat még így belefér? Persze! Nagyon szeretjük. Hát nagyon szeretjük. De hogy miért is foglalkozunk mi a csillagászat. A Luna 25 szondba, holdba csapódott, te az oroszok már bombázzák a holdat is, nem csak mondom. Tervezték. Nem így tervezték, igen. Ilyen puhább leszállás. 47 év után az újra indított orosz űrprogram, ami a hold sarkvidéki területén próbált meg leszállni, ám hát szabálytalan süllyedésbe kezdett és pörgésbe, és emiatt becsapódott a talajba. A sikeres landolás után egyébként mindenféle anyagot kellett volna gyűjteni a holdból, de hát ugye ők is fölfüggesztették a hold küldetéseket, annó még régen a Szovjetunió, és ez most elég nagy presztízsveszteség, mert hogy sikertelenül végződött az újraindított orosz hold program. Brexit nem olyan bénák ők az érőrepülésben, meg szóval, hogy nem megbosogja őket sokszor, de van tapasztalat. Van tapasztalat bőven. Meg hát most egy ilyen hiba miatt állsz le. Hát nyilván ez akkor a kivizsgálód késleltetett, nem sikerült a programot elkasszálják, megoldják a forrást. Azért egy gazdaságos szonda volt valószínűleg, az a Luna 25, abban azért lehetett egy pár milliárd rubel. Ugye, 47 év után újraindítasz valamit, ami kudarccal végződik, azért az nagy presztízsveszteség. De gondolom a nemzetközi szintéren is tudott, nem csak Oroszországban, hanem úgy mindenhol. Nem? Hát igen, de pont ezért vinném tovább, ha már ennyit belelocsoltál, van tapasztalat. Belelocsoltál. A mi űrhajósaink, a leendő magyar űrhajósok, nem ezzel a csapattal utaztak. Ez most nem vitt utast, nem vitt utast, tehát hogy rendben volt, elindult, csak aztán a leszállás az nem sikerült. Gyerekek, ez egész whole story, Sánti. Szerintem hol sincs. Olyan régen volt, tényleg olyan régen nyomtál be valamilyen összeesküvés. Tehát most már erre vártam. Itt valami nem stimmel. Ez most, én most erre ki vagyok. Ez nekem már hiány érzetem volt. Na, miért is? 63-ban leszállunk, lepattanunk, megnézzük. Rá 50 évre érted, egy Luna holdszonda még csak leszállni se tud. Betekeredik, lezuhan. Ne csináljátok már valamit. Vagy ők nem voltak ott, vagy most nem igaz. Valami nem stimmel. Belógott egy lámpa. Valami
nem oké ezzel a holsztorival. Nem, nyilván nem lógott be lámpa, de 69-ben megoldották, 23-ban meg ez ilyen súlyos problémákat okoz. Azért van igaza? Ja, igen, bocsánat, 69-63 az a Kennedy merénylet, igen. Uh-huh. De ott is sántított. Na, az aztán, na, mondjam el a Kennedy merényletről a világ. Így van. Hát egyébként nagyon sántít a Kennedy merénylet is, egyébként nagyon sántít sok szempontból. CIA. Hát sánti, de tényleg. Teljesen egyértelmű. Szia, de még nincs kizolni. De már így. Na, mindjárt féljük a mi kis Lászlónkat. A mi kis Lászlónkat. Laci drága, nagyon szeretjük, hogy a maga vehemenciájával tegye helyre bennünket, és mondja el, hogy ez miért ekkora kudarc, ez a Luna 25-ös szonda becsapódás. Háló, Laci, jó reggel, csávó. Jó reggel, sziasztok. Szia. Örülünk, hogy itt vagy. Hogy vagy, jól vagy, minden oké? Okay? Hát jól vagyok, hát kicsit nyár van, kicsit meleg van, de hát nem tudom, nyugodtan csaphatunk a lovak közé. Na, ha jól hallottam, az volt a kérdés, hogy miért ekkora kudarc. Igen, meg de előtte azt akarom, hogy egy nyár a csillagásznak, hát az egy örömteli évszak, nem? Hát rengeteg hát, megfigyelés. Idén, hát most nagyon mákunk volt, mert a franca. A perzeidák augusztus 11-2-3-4-3 éjszak, és nagyon szépen hullottak, én a Mátrából nézegettem. Sányci Krisztián mellőlem fedezett fel egy kis bolygót, ami itt 500 000 kilométerre repült, ez az augusztus most neki kimondottan produktív volt. Tegnap írta neki, hogy már a 13. földforgó kis bolygót talált ebbe az egy hónapba, idén meg már 50-valanyadikat. Tehát a heti egy, amit ígértünk egyszer egy nagy pályázatba, azt már most augusztusban teljesítettük, tehát innentől Stahanov elvtárs. Zászlaj alatt menetelünk előre felé. Figyelj, és egy ilyen kis bolygó felfedezés, amikor ott állsz, mert az hogy néz ki? Hogy te, Laci, nézd már bele, ez nem az? Mellenézel és tényleg nem, hát mind a ketten ülünk egy ebédlőbe, mind a ketten ülünk a laptopunk előtt, és éppen mondjuk így azt, hogy digitálisan örömöket okozunk magunkra, különböző információforrások fogyasztásával ő kutatja. Hát most nem mondhatok ilyen műsorban, rappali műsorban csúnya szavakat. A lényeg az, hogy ő neki fut a mérés, futnak az elemzések, és akkor nézd, itt fityeg, én tényleg ott fityeg, milyen szép, és akkor fityeg. Hát ez nem fog becsapódni, mint márciusban, de el fog mellettünk repülni, ezek ilyen jó, milyen jó pofadóban. Na mindegy, szóval az augusztus az idén most szépen. Az egy jó évszak. Hozott, úgyhogy jó időszakot. Figyelj, Laci, abban van valami tudatosság, hogy most az indiaiaktól kezdve a kínaiak, az oroszok, az amerikaiak, mindenki megtámadta a holdat? Itt ír egy hallgató, tök igazán, mintha egyszerre indult volna újra ez az egész őrület, vagy tudnak valamit, amit hát nem. Nem, ez egy konstruktív interferencia az eseménytér hullámaiba, hogyha akarjuk. Jó, most nem értjük, de szép volt. Már érdemes volt felkelünk reggel, ezért mondat ért. Mert hogy ugye az oroszok 47 évet csúsztak, ugye a Luna 24 után a Luna 25, már 2006-ban, 7-ben bejelentették, hogy újra lesz holdszonda, tehát már 17 évvel ezelőtt a űrvilág.hu cikkezett arról, hogy na, mindjárt jön majd a következő kínai holdszonda, aztán 23-ig várni kellett. Ugye az indiaiaknak a Chandrayaan 3, ami magyar idő szerint azt mondja, 3, meg 2, 5 és pont 5 óra múlva fog, ha minden igaz, leszállni a hold déli pólus vidékére. Szurkoljunk neki nagyon. Az is sok évet csúszott, ugye a Chandrayaan 1 az 2008-ban repült, tök jó, felfedezett egy csomó jeget az árnyékban levő kráterek alján, tehát az nagyon jó kis föltérképező indiai-amerikai együttműködés volt, aztán a Chandrayaan 2, ami kudarc volt 19-ben, az eredeti tervek szerint 15-ben egy orosz eszközöket felhasználó indiai-orosz együttműködés lett volna, de az oroszok kiestek belőle, nem tudtak teljesíteni, probléma volt, és akkor lényeg az, hogy 19-ben lezuhant a Chandrayaan 2, a keringő egység ott maradt a holdunk körül, és tegnap előtt éppen integettek is egymásnak a Chandrayaan 2, meg a Chandrayaan 3 egymásnak hey buddy üzenetet váltottak. Hey buddy. De a lényeg az, hogy ez végén, tehát egy szia haver. És akkor a lényeg az, hogy most a Chandrayaan 3 teljesen véletlen, hogy ezzel a oroszokkal egy időben. Most az, hogy az oroszok pont még meg is akarták előzni a Luna 25-tel a Chandrayaan 3 leszállását, az már egy érdekes kérdés, de szóval ez a véletlen egybeesés. És most az, hogy 23-ban majd lesz még két amerikai, meg lesz még egy japán, és 26-án 3 napúval a JAXA-nak, a japán űrügynökségnek megy majd a Smart Lander for Investigating Moon Slim, mást is jelent, szóval az is egy ilyen kis 120 kilós valami lesz, ami a hold köré fog menni. Tehát én most tényleg úgy, ilyen véletlen olyan, mintha mindenki most akarná, de valójában ezek mögött 5-10-15-20 éves fejlesztések állnak, és ténylegesen csak a véletlen összjáték, hogy ezek egy időben csúcsosodnak ki most itt így az idei év második felében. Én egy kis presztizselést azért beéreztem, nem? Hogy azért India
Kína, Oroszok, Amerika, Oroszok, mindenki újra holdra megy. Van ott valami? Hát van ott valami. Nézd, hát elindult, azért vegyük észre azt, hogy a 1960-as években volt egy szovjet-amerikai űrverseny, azt egyértelműen Amerika végül megnyerte, bár a vesztes pozícióból ugye a második helyről indult, de aztán széthullott az a világrend ott az 1990-es évek környékén, ami azt a hidegháborús űrversenyt is hajtotta, ezt nem siratjuk, viszont most 2020-as években egyértelműen újjáélettek ezek a nagyhatalmi presztízs szempontok is. Én ezt sajnálom egyébként, hogy ilyenkor szoktam azt mondani, hogy egyik szemem sír, a másik evet, a harmadik meg egy mókus. Tehát a lényeg az, hogy mi van ott, Laci? Nemes fém, acél, fém, nikkel, vörös hibány. Miért érdekli őket egyre a hold? Ezt akarom mondani, hogy igazából a hold azért érdekes, mert egy gyakorló pálya, egy gyakorló terep. Aha. Tehát ahogy annak idején a bikini szigetekre nem alulöltözött hölgyeket mentek nézegetni, hanem hidrogénbombákat robbantottak, így van. Ugyanígy a Holdon is ki lehet próbálni azt, hogy egy más égitestnek a gravitációs terébe, tehát nem a világűrbe, nem úgy, mint a nemzetközi űrállomáson, ahol állandó szabadesésbe, súlytalanságban van mindenki, hanem egy másik égitest felszínén hogyan tudunk működtetni egy kis autót, egy önellátó robotot, egy mit tudom én, a holdi talajt bedaráló valami, ami aztán egy 3D nyomtatási technológiával házat épít nekünk, mielőtt mi még egyáltalán oda mennénk, mert ugye ilyen tervekbe gondolkoznak az amerikaiak is, az európaiak is, a japánok is, és hát Kína pedig rendkívül ambíciózis űrprogramot meghirdetett, ugye kínai embert szeretne még az évtized vége előtt eljutatni a hold felszínére, és én nekem megmondom őszintén, van egy ilyen kis mikrofogadásom, nagy összeget nem mernék rátenni, de lehet, hogy még akár a kínaiak be is előzik majd az amerikaiak Artemis programjába, akár a leszállást, akár a holdbázis építés, mert ugye ez is ott van a tervek között, tehát ez mind a hold szempontjából azért érdekes, mert a hold közel van, 1,3 fénymásodpercre van tőlünk, tehát kvázi távirányítással lehet bármit csinálni. Józsi, beestem a kráter aljára, vagy Houston, baj van, a Józsi beesett a kráter aljába, na akkor küldjünk ki egy mentő robotot, akár távirányítással is egy drónt el tudunk, vagy rakétás drónt oda tudunk küldeni. Tehát, vagy bármi. Tehát gyakorló terep. Az egy másik kérdés, hogy van-e ott valami, ami érték. Ami miatt a déli pólusra megy mindenki most. Tehát tényleg az indiaiak is a 70. szélesség, ami nem igazán pólus, de poláris vidéknek a környéke, azért érdekes, mert ott vannak olyan kráterek, területek, ahova milliárd év óta nem sütött be a nap, és pont az első indiai holdszonda volt a nagy léptékű föltérképezés eszköz, amerikaiakkal együttműködve, hogy mutatja, hogy jég hever egy csomó kráter alján. És a jeget megolvasztod, víz lesz belőle, főbontod, hidrogénből megint energiát tudsz csinálni, az oxigént belélegzed, a vizet eleve megiszod, és aztán nem 50 000 dollárig bővinni egy fél literes vizes palackot. Tehát a helyszíni erőforrás hasznosításnak a technológiáját is ott tudod a holdon legkönnyebben kipróbálni. Mert ez egy olyan dolog, hogy a laborban le tudod szimulálni az űrbéli körülményeket, de a valódi, igazi dolog az az, amikor odamész és csinálod. Bármilyen más életbeli példát is tudnék mondani, amikor képek nézegetése és maga a valóság az teljességgel, minőségek is különböző dolog. Tehát a lényeg az, hogy ezért ilyen fontos az én szememben, és hát szerintem manapság a hold. Na, a hidrogénbontásnál picit elvesztünk, de értünk. Igen. Hát a napenergiával, a vizet ugye elektrolízisnek hívják a dolgot. Talán, ha még emlékszel, fizika volt, vagy kémia órá volt, hogy beleraksz két elektródot a vízbe. Van, történik, hogy szerepül, a levegő az úgy. Bocsánat, itt vagy? Bocsánat, itt vagy, Laci? Itt vagyok. Nem csak, bocsánat, csak kinyomtak véletlen. Itt vagyok. Szóval, hogy emlékszünk még rá fizikaórából, igen. Na igen, tehát a lényeg az, hogy a vízből sok mindent lehet csinálni. Tehát ez az, hogy most ott bármiféle más extrém hasznos dolog, ugye a hélium-3-at szokták emlegetni, hogy ha majd egyszer fúziós energiatermelés, de nem. És ki a hold egyébként? Van ilyen, hogy ki a hold? Vagy vannak ott már felosztott területek? Vagy egyelőre mindenki? Nincsen. Az űrjogászok vitatkoznak rajta, mert van egy nagyon régi megállapodás az ENSZ keretein belül, hogy a világűr az senkié és egyben mindenkié. Illetve az amerikaiak, ezt nem írták alá egyébként, az amerikaiak Trump elnöksége lett, ez egy érdekes aspektus,
a Trump elnökség alatt erősítették meg azt a politikai vonalat, vagy döntéshozatali vonalat, hogy egy Artemis egyezmény keretében szeretnének összeszedni országokat, akik azt mondják, hogy már pedig igenis az űrbéli nyersanyagok hasznosítása során fölmerül azt, hogy valami adott országé lehet, vagy legalábbis ő kapja a hasznosítási jogot. Tehát egyfajta űrbéli vadnyugatnak a körvonalai látszanak megszületni. Aztán, hogy ez tényleg olyan lesz, mint amilyen volt a, mondjuk a Western filmekben, abban nem nagyon hiszek, de az biztos, hogy a nemzetközi közösség egyrészt az űrjogászoknak adja a munkát, másrészt pedig van bizonyos vita, elég erőteljes vita, hogy mit lehet odakint pontosan, hogyan és milyen körülmények közepette csinálni. Nekem van telkem, csak azért mondom, hogy én ott vettem. Tehát egy befektetés. Most szólok. Befektetés jelleged, de kisítű vagy, Laci, kisítő, nem. Az nem. Láttam, abszolút, kikértem a földhivatalnál. Na, Ség? Maradjunk. Mit csinál? Kisítű, de kétesse. Földhivatalnál van, rendes, helyrajzi számba ellátott. Nekem meg van kívbolygóm, na, az nagyobb szerintem. De ha ügyes lesz, ő még egy 10 évig kitartasz, akkor lesz, szerintem már lesz Balázs kisbolygó is, csak a Krisztiánnak lepaktálni valahogy. Az úgy van, hogy aki megtalálja, az adja, nem? A nevet. Az adja, és hát hogyha egy kellően nagy befolyás, de nem ígérek, sőt, az ő előjoga. Ha én egyszer felfedezek, akkor szívesen elnevezem rólad is, de arról majd beszélgessünk műsorunk kívül. Nem, egyébként nem. Mennyibe kell? Mennyi adod? Nem, pénzszigorúan nem lehet érte kérni, tehát ez egy nagyon szigorúan. A Nemzetközi Csillagászati Unió ezeket nagyon szigorúan leszabályozta. De azok ők visszajönnek aztán, ezek nem lépnek ki a naprendszerből, tehát kerítenek, nem? Nem, ezek, amiket mi felfedezünk, azokat mind itt a, főleg a Mars és a Jupiter, most meg már a földkörű térségben találja elsősorban a Krisztián. Nekünk, vagy hát az ő által megfogalmazott, mi a franc, a magyar neves kutatókat, tudósokat, sportolókat, művészeket szoktunk elnevezni, meg neves földrajzi helyeket, kisbolygóként, ugye így van Hofi kisbolygó is, de így van, mit tudom én, Katinka, hosszú Katinka-ról is elnevezett egy kisbolygót, és ezek olyan kis, megint csak olyan dolgok, amik a magyarságnak a nemzetközi, mondjuk beágyazottságát legalább a csillagászatok keresztül erősít. Laci, nagyon szépen a köszönjük. A holditákek azok nem ilyenek. Ja, nem, azért figyelj, vettünk egyet, biztos, ami biztos. Na mindegy, de figyelj, hadd hangozzék erre azért a lényeg. Azért az indiaiaknak szurkoljunk, és 5 óra múlva már körülbelül tudni is fogjuk azt, hogy leszállt-e, ott lesz egy kis autócska, és egy 26 kilós kis valami, amit körbe fog gurungászni, ha sikerül leszállni nekik. Uh-huh. És én úgy tudom, hogy most annyit hadd reklámozzak a Space Junkie csapata, mint ahogyha élőben közvetíteni. Jó, szeretjük. Az szerintem jó lesz. Spalakpanírnak hívják a űrhajójukat. Melyik volt ez tényleg? Garlic nan. De szeretem az indiai ételt. Egyébként szálljanak le az indiaiak, sikerüljön nekik, én tökre drukkolok. Tök menő lenne. Nagyon menő lenne. Szerintem is. Az lenne, azt az amerikaiaknak is egyébként, mert van egy magyar vonatkozás, hogy a Peregrine Lander az majd a év vége felé vinné a puli kísérletet, ami szaglászna ugyanúgy a víz után a holdi regolitba. Ja, hogy egyébként ugye a nagy tervekben, a Lunar GT-ben is van magyar szál, ugye a klasszikus dózismérős sztorival. Tehát tényleg ez az egész hold, ez olyan, mintha csak a nagyhatalmaknak a játéka lenne, de azért az űrkutatás most nagyon átalakult az elmúlt szerintem 10 évben leginkább, és olyan magánvállalkozó, nem csak a Muskra kell gondolni, van egy csomó egyéb teljesen értelmes tevékenységet folytató magáncég űrkutatásba, űrtevékenységbe, amik mutatják azt, hogy a világűr demokratizálódása című fejezet, az tényleg megnyitódott a jelenlegi hát életünkben. Az egy másik kérdés, hogy világos, hogy a tudománynak a legfontosabb problémája azért a föld lakható bolygóként való megőrzése, és a társadalmi problémáink, ha csak lehet, békés megoldása. Ezzel ettől még azért sajnos messze vagyunk. Laci, nem feltétlenül értettem mindent, amit mondtál, aha, de nagyon szépen köszönjük. Igen. Nagyon szeretjük veled beszélgetni. Nagyon szeretjük, köszönöm, amit hozol. Köszi, vigyázz magadra, jó munkát! Nektek is, sziasztok! Köszi szépen! Hello. Kis Lászlónak köszönjük, aha, szépen! Tényleg picit olyan, mint hogy elkezdene beütni a mikrodózist, amikor egy szerzeti a szakmáját. Nekem be volt készítve a szeles kérdés, és véletlenül rányomtam. Na, ilyen még nem volt. Mert jeleztem a Ferinek, csak... De és adtuk, és tudja? Igen, ő már tudja sajnos ezt. De neki már nem lehet benyomni. Hát, nem. De bekészítettem, és mondom, véletlenül megnyomtam a gombot. Ez történt, és ez most nem volt tudatos. Ez nem számít sikeres verziónak, mert nem volt az, és nem tudtam hirtelen leállítani. És aztán kinyomtam őt is adásból. De én beraktam, tehát a szeles kérdés mindig oda. De várjál, neki már elsütöttük. Igen. De vele is kezdtük egyszer, de ő nem leplezte le, ő nem ismeri ezt. De ki elnyomhattuk volna. Holnap hívjuk föl, hogy sikerült-e a holdra szállás. Hívjuk, most visszastold el neki.
Még valamit elfelejtettem, hogy megkérdezi, Laci. Bocs. Figyeljetek, pöcsök. Most ezt eltököltük. Meg kellett volna tolni. Cartman vagyok, pöcsök. Figyeljetek. Aha. Jó. Ő tudja, ő nem ismeri. Neki csak elnyomtuk. Nála nem bukott de nem meg bukott onda. Le. Nem. 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 Neki toltuk el. Ő volt a leges. Ő volt a leges. Leges. Vele indult az egész sztori. Nem, de szerintem nem vele indult. Nem, nem az atomtudóssal, hogyha felszáll az atomfelhő, akkor ja, elfújhatja ugye az igen, orosz, bocsánat, vagy az ukrán igen. Szerintem a kislaci volt a második, aki megkapta. Igen. De megkapta. De nem bukott, nem buktunk le vele. Nem. Talán neki volt az, hogy kétszer megcsináltuk már. Igen. Aha. Ne, vele kétszer abszolút megcsináltuk. Akkor nyomjuk el neki harmadszor, és nem feltétlenül figyel igen. A kérdéseinkre amúgy. Igen, én nagyon kedvelem, nagyon tudom. És nagyon jó előadásokat tart, érdemes elmenni egyébként. Zseniális, és tehát rajta is tényleg benyomsz egy gombot olyan, mint a szújó. Igen. Én szerintem csak neked az maradt meg, Feri, hogy rajta már kétszer áttoltuk. Kétszer áttoltuk. Tehát beállt volna a rekord, hogy háromszoros kísérlettel. Na nem, nem. Holnap hívjuk újra. Jó. Le volt készítve. Most a Csandaján akárhány. Azért leszállt a Csandaján 3. Jó. 6. Laci, mit szólsz hozzá, hogy becsapódott a csánda? Jaj, nem, hát nyilván nem. Tehát, hogy sikeres volt a leszállás. Nem, azonnal így kell, itt van a vonalban Laci. Laci, csak azt akarom kérdezni, hogy... Tehát ott valami történik, hogy felrepül, ott a levegő az úgy, hogy mozgál, a szél elhozza. Itt vagy, Laci? És megválaszol rá. Megválaszolja, és vége. Igen. Na jó, csak mikor indulnak? Ma indulnak az indiaiak? Az menő. De hát 6 óra múlva indulnak. 6 óra múlva, és le is akarnak szállni. Azért az elég plusz menő. Kis autó belőle tárgyalítással. Ja, persze. De hát ezt mondta Laci. Két kis indiai ott ül majd. Nem, ezt mondta. Távirányításos 25 kilós kis autó megy ki. Igen. Tácsmálos pólóban tudod. És hogy kigurul belőle. Kigurul, és egy kis aranyelefánt meg egy van és a szobor lehet, tudod. Hogy kigurul belőle egy indiai kerékpáros, aki ott lesz 70 kilót gyapot. Egy, igen. És két fiatal indiai fiú szalad baksis érhát, ha kapnak valakit el a holdon. Tényleg, menjenek ki egy űrsétára, nem? Menjenek. Ne csak az autó menjen ki. Ők is nézzenek, szétjárjanak körülött, megyek le egy abroszt, és egyenek rajta egy palakpanírt. Meg némi kártiknánt. És mindenkiben ingyenek még egy mangulaszit. Csak hogy az előítél. A fokhagymás nant, mert az nagyon jó csúszik rá. A gyerekek, ha ezt most megcsinálják az indiaiak, úgyhogy az oroszok becsapottak, az menő. Tehát leszáll az űrszoda, kiszáll egy autó, tesznek egy kört, visszamennek, felszállnak, az egészen menő. Az jó. Valószínűleg csak távirányítós autó lesz egyébként. Mire gondoltál, hogy nankenyeret sütnek közben hátul a kis indiai? Hát nem pakisztáni vendégmunkást azért kiraknak a holdra. Mi van? Lehet, hogy látom, hogy miért nem foglalkozunk mi ezzel a témával, mert az első cikk, amit feldobott nekem az internet, így kezdődik. A Sriharikotai Satish Dhawan űrközpont. Na, szóval indiai űrközpont. Igen, az indiai valahol, űrközpont. Valahol Bombay mellett. Na, ez értem a lényeg. Már, hogy miért nem. Na, jövő mindjárt a hírek után. Három, de 10 lesz. Pontosan 5 lesz múlva. Jön a Squid Game-nek a második évad a gyerekek. Igen, valaki átküldte. Most látom, ha valaki átküldte. Igen, hogy Squid Game Season 2. Azért az jó. Reméljük, hogy jó lesz. Hát azt szerintem az van még benne. Valószínűleg átáll majd, vagy játékot szervez, vagy beáll gonosznak, vagy nem tudom, lesz majd valamilyen csavar benne. Jónak tűnik. Jók nagyon a koreai sorozatok. Igen. Hát és az a korai, az a film is milyen jó. Mi volt az? Tudod? Láttad? Igen, az rohadt jó volt, nagyon tetszett. Ahogy hívják, tetszett, amiben, benne a szereplő, tudod. Amiben azok a vágó címek az, voltak. Dumáltuk. Az nagyon rohadt jó volt. És milyen jó a csaj benne, emlékszel? Hú, de jó, amikor a kimcsizőben vannak bent. Az nekem külön tetszett a kajás rész. Az utcán, ahogy haladnak el, és tök mennek mellettünk az autók, ezek a fények. Dél-koreai, és beépülnek a élősködők. Ja, az élősködők zseniális volt. Most megnéztem egy nagyon jó sorozatot. Úristen, de jó Kopók film. Kopók az a címe, nézzétek meg, hogyha érdekel benneteket, ha nem, akkor ne. De nagyon jó kis sorozat. Netflixes. Netflixes, igen. Netflixes. Kopók, tényleg jó. Az élősködők fönt van valamelyik stream szolgáltatón? Melyiken? Nem tudom, de fenn van. Lacinak van egy ilyen applikációja, hogy meg tudod nézni, hogy beütöd a kedvenc filmedet, és megmondja, hogy hol tudod megnézni. Már mikre ki nem talál, miket ki nem találnak. Szóval megmondja, hogy Disney, vagy Amazon, Prime, mit tudom én, Netflix, HBO. A igen, mert mire mindet végig kell. Persze, és megmondja, hogy ezt a filmet hol tudod, melyik stream szolgáltatónál megnézni. Egészen okos kis történet. Igen, élősködők igen, volt. Igen, nagyon sokan írják, de szerintem ezt inkább ránk írják, nem a film címére. Ja. Igen. Na, meg volt az első tipikus női kérdés. Just watch, igen, ez a. Amikor megláttak a bringával, Juli bejött, és megkérdezte a tipikus női kérdést, és mit fogsz vele csinálni?
Hát tökre igaza van. Ugye, hogy ez egy tipikus női kérdés, amikor, igen, amikor látják rajta, tudod, hogy... hogy kicsit adom, mert nem az a klasszikus bevásárlós bringa, de igen, hát igen, nő is nő. Igen, ez a csajok nem értik ezt a fajta rajongást, igen. Hát fölrakom a falra, és nézem. Aha, igen, is nézem. És annak mi értelme van? Hát, hogy... De hogy akkor legyen egy negyedik bicik... De minek? Sokat fogadsz ezen? Igen, ez olyan érdekes kérdés. De tipikus női kérdés. Igen, Júlia aranyos. Hát megkérdezik, mit csinál? De most a női szemszögben nézzük. Látsz egy második világháborús bringát, ami nagyon nem kényelmes. Igen. Látszik rajta, hogy nem tudsz rajta nagyon menni. Nem is akarsz. Hogy úgy tényleg mi a fenét cseszel el? Ahogy érzés, mi megkérdezzük, feeling, hogy a táskával a mit csinálsz a századikkal. Igen. Tökre értem, hogy ők mit nem értenek ebben. Ahogy mi se értjük a 25. táskát, igen, vagy cipőt. Nem? Nem tudja ezt hova tenni egy nő, de én értem. Ne szórakozzatok már, tényleg ne legyetek már ennyire hülyék. Az volt a kérdésem, hogy mit fogsz vele csinálni, hogy kirakod majd a szoba oldalába, vagy a kertbe, vagy nézegetitek majd, hogy mit csináltatok, hogy nincs vele terv, felrakod a falra valószínűleg. Egy fehér háttérre, szerintem szépen mutat. Ez lett volna a válasz, felrakom a falra. Mit fogsz? Mi a faxot fog csinálni? Felrakja a falra. Igen, felrakom a falra. De ha tekersz vele, az se rossz. Csak megnyugszik. De ez nem az a használós. Tehát ezzel nem tekem, ez sajnálod, nem? Tehát van az a muzális érték, amit nem használsz. Az van, hogy fogok vele. Tehát, hogy pont ez a tervem vele. Hogy menni vele, hogy ez a feeling, hogy használja, hogy egy picit átérezni, hogy egy 80 éves bringával mész. Már most azon gondolkodom egyébként, hogy megkérdezem itt a bringalandos srácokat, hogy vállalnák-e, hogy egy kicsit így rendbe tenni. Hát igen, mert azért vannak gondok, tehát hogy nagyon szép hátul az a dobfék, de hogy nem működik túl. És akkor így... De akkor már szerez egy második világháborús, és sisakolt, szerez egy második világháborús, nem tudom. Egy replika fegyvert. Egy replika fegyvert, és masírozzál a béketéren, hogy mindenkit te rendbe teszel este 8 után, és meg tudni fogják, hogy furacsóka egykor a rádióban dolgozott, most már itt masírozik a béketéren, második világháborús hadtestek között, gépkarabélya. Hogy ez nem én vagyok, tehát hogy van egy finom távolságtartás köztem. Hagyományőrzők között. Ja, tehát, de csak járult, csak megnézett, hogy lőrincse minden rendben van. Nagyon sokat hozott rajta, mert hogy megismertem nagyon sok egyébként professzionális hagyományőrzőt is, de hogy azért tovább sem... De miért a fegyverekhez is vonzódsz, mások világában, hogy végig imádod? Fölcsapott hátra, cseteszel egy kört a béketére, csak megnézed, hogy minden rendben van. Mászkálok a Pennyben egy pisztolytáskával az oldalon. Még nem, még egy pár évet kell csak várni, meg lesz. Amíg meg nem kattanok. Amíg meg nem kattansz, igen, és aztán... Elfelé mondjuk jó úton haladok már, de... Olyan jó csóka volt, egyszerűen egyszer rádióban dolgozott. Emlékszem, milyen most itt üvöltözik a béketéren egy második világháborús bringával. Ott a Bolondiacsi, nézd, ott a Bolondiacsi, kiről beszéltem. Egyébként basszus, imádnám. A Bolondiacsi ott van, nézd. És ott hol németül, hol oroszul, elmondanád, hogy kijárási tilalom van, kérem, menjenek haza. A szuronyos puskás. Az oldalán szabjával. Hát a Bolondiacsi. De a szurony papír, legnagyobb arc. Eltűnél így a rádióból, tudod, és hallanánk, hogy valószínűleg megőrültél. És úgy hallanánk híreket, hogy a béketér környéken ha föltűnsz ezzel a svájci bringával, de ne, hát miattuk azt a bringát, nem őrült, nem őrült. És elmennél, és kiderül, hogy orosz egyenruhában masírozol. Hallod, kiesel magad, hogy légitámadás, leugrik a bringáról, figyelj! Robált! Légitámadás! Mondom, Bolondiacsi a legnagyobb arc! Basszus, imádnám, ahol elkiáltja magad egy légitámadást, leugranál a bringára, elfészkelnéd valahogy egy autó mögé magad, és leadnál néhány sorozatövét. És olyan sütcsit irában, ellesik balról, hallod, lekapja a szurulyos puskát a hátáról, arra felelő. De csak a száddal lőni, mindig, hogy igen, mert a szurulyos puska kartonpapírból. Úristen, imádnám, nagyon szeretném. Nagyon szeretném. Igen, őricem le van a kus arca. Egykoron úgy vágott az esze, olyan jó srác volt, valami bekatta. Picit furó volt ezzel a vegetáriánussággal, meg értelezem. Mindig is egy ilyen külön kis manó volt, de olyan nagyon vágott az agya, jó volt vele együtt dolgozni. Megbolondult most a béketére masírozni. Volt, aztán mi lett belőle? Aranyos kis mosolygós lipsi volt, nézek, mi lett belőle. Nézzek, Bolondiacsi. Igen. Na, Szamára mentek kocsmába Szegeden. Ide valaki, igen, mesztelenül rohamsisakban. Igen, biztosításkával az oldalán. Igen. Szamára mentek kocsmába Szegeden. Felhívtuk Botondot, akinek a nevelőapjája Szamár, hogy miért ment Szamárral kocsmába Szegeden. És a legrövidebb munkaviszonyról is beszélgettünk. Ugye a Páfit kirúgták, hát nagyjából egy műsor után a Hír TV-től. És arról beszélgetünk, hogy hallgatóinknak mi volt a legrövidebb munkaviszonya. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Szegedre a mutka bement három fiatal lóháton. Oké, beütök a hely McDonald's-ba. Uh-huh. Rendben van. Most bementek Szamárral egy presszó elé. Hát ezek a szegediek, figyelj, ezek nagyon tudják, hogy mi van. Mert valószínűleg a rossz anyagi helyzetbe kerültek a sok hívás miatt, ezért el kellett adniuk a lovat, és most már csak Szamára fussa. Egyébként egy Szamarat kiköthetsz így, és elbemehetsz vele? Bár forgalomban részt vehetsz a Szamárral? Mehetek én
a leállósában? Tehát én most kitalálom, hogy én Szamárral szeretnék átmenni az Erzsébet hídon. Én átmehetek Szamárral az Erzsébet hídon? Amiként szerintem a Kressz nem tiltja. Még autópályára lehet, hogy nem hajthatsz föl. Hát az biztos, hogy nem. Mert de autóutra szerintem lóval egészen nyugodt. Nem büntetnek meg. De csacsival is? De azt hiszem, hát, ez így nem tesz különbséget. Főútvonalon lóval közlekedni általában tilos, amennyiben más alternatív útvonal rendelkezésre áll. Közút mellett lovat tartani, ne juss eszedbe. A járdán, illetve kerékpár úton történő lovaglás nem tiltja a jogszabály a lovasnak. Tessé. Tehát te mehetsz járdán lóval akkor tulajdonképpen. Átmehetsz az Erzsébet hídon, éjszaka fényvédő mellényt kell a lóra tenni, hogy látható legyen. Nem mehetek a járdán, viszont lóval, igen, megvan az új alternatívám. Mennyi? De csak lépésben. Azt mondja, hogy a se járdán, se zebrán ne haladjunk lépésnél magasabb járás mód van az emberek közelében. Itt van velünk Botond. Hello Botond, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Tiéd a Szamár? Szia. Nevelő apámé, úgyhogy én itt csak asszisztens voltam ebben az egész történetben. Figyelj, sűrű fordul el, hogy apád a kocsmába Szamára jár? Szerdán előző nap megkeresett engem, és mondta, hogy hát itt most az van, hogy van egy cimboránk, akinek másnap csütörtökön bulia lesz, és hát korábban beszélt vele, és mondta, hogy hát akkor mivel fogtok érkezni Szamárra, mert tudta, hogy tart Szamarakat, és akkor mondta nekem, hogy mi pedig akkor Szamárra fogunk érkezni. De föl is ült apád a Szamára? Úgy ment a kocsmába? Nem, vezettük a Szamarat végig. Hány Szamara van? 10. Vagy de Jolán a legjobb, aki velünk volt. Jolán a Szamár. Jolán, hát nagyon kedves, aranyos, békés Szamár, mert azért Szamarak nem mindig kedvesek. Végtelenül, egy intelligens, békés Szamár, emberszerető állat. Én szeretlek titeket ott Szegeden. Egy hete bemennek egy McDrive-ba, McDonald's-ba, lóval, most Szamárral mentek, igen, kocsmázni. Van valaki, akinek van 10 darab Szamara, de nem tudja miért. Igen. Ti jól érzitek magatokat ott Szegeden, ez nagyon jó, ez vidám város. Abszolút. És akkor te berúgtál az apáddal, miközben a Szamarat kikötöttétek, vagy apa kocsmázott, te meg ott hagytad? Szamarat, a Szamar az úgy került be a városba, mert ugye ez, azért nem Szegeden vannak ezek a Szamarak, hanem Szeged környékén egy tanyán, és hát onnan egy lószállító hozta be oda a kocsmához, ahol mi vártunk rá, ezért össze volt rakva a sztori, hogy akkor majd onnan visszük a Szamarat. És akkor hát addig mi ültünk a kocsmában, és akkor megjött a Szamár, akkor még ott egy kicsit ott voltunk vele, és akkor egyszer csak elindultunk. Uh-huh. Ez mondjuk megnyugtat, hogy használtatok egy lószállítót, mert így alapból mi simán el tudtuk volna képzelni, hogy egy ilyen másodosztályú, nem dohányzó vasúti kocsira feltuszkoljátok, és aztán leszálltok Szegedre a főpályaudvaron. Tehát... Nem, ennek már csak az is akadálya volt, hogy Jolán egyébként egy nagyon nagy Szamár magához képest, már csak, hogy itt promotáljam. Ő egy gyönyörű, szép Szamár. Meg is akarták venni egyébként, volt olyan a kocsmában, aki azt mondta, hogy hát mennyibe kerül. Mi az ára egy Szamárnak? Hát megmondom őszintén, hogy én azt nem tudom. Hát kérlek szépen, 180, na, nem 210 ezer. Na jó, csokoltatjuk a fatert, mondd meg neki, hogy nagyon jó és arc. És Jolánt is. Átadom már át is adom neki, és Jolánnak is átadjuk. Fater elment biztonsági őrnek, másfél óra múlva összereperkedett. A biztonsági főnökkel egy fehér ív miatt azonnal kirúgták. Tirolban 4 nap után rúgtak ki, mert a kolléga kiitta a bárt munka után is rám kente. 4 nap. Svájcban egy étteremben mondták, hogy 17 órára menjek dolgozni. Odaértem, és közölték, hogy a vendéglátásban 4 órával előbb kell érkezni. 1 percet nem dolgoztam. Jó, akkor Orsi vezet. Aha. Mert hogyha téged 5-re hívnak, akkor 3-5-re kell oda menned. De hát ezt közöljék. Az a svájciak nem viccelnek. Eladóként dolgoztam volna nyári munkán egy ruházati üzletben. Kérték, hogy figyeljünk arra, hogy ne legyenek lopások. Én figyeltem egy családot, akik gyanúsan viselkedtek. Pont bejött a főnök, látta, hogy állok az egyik válfánál, és azt mondta, hogy többet nem kell jönni, magyarázkodni se volt időm. 8 órát dolgoztam ott. Frissen végzett szakács tanuló voltam, amikor reggel szóltak, hogy fel vagyok véve szakácsnak, mert a másik 2 szakács összeverekedett előző este részegen egy csaj miatt. Boldogan álltam be dolgozni, 1/2 óra múlva szóltak, hogy kibékültek a srácok, menjek nyugodtan. Viszlát! Közmédia sportkommentátor, gyakornoki pozíció. Megkérdeztem az első napon, hogy honnan és miből szoktak felkészülni. Választ nem kaptam, de nem is hívtak többet. Nem kell kíváncsiskodni, na. Hát mit kíváncsiskodsz? Nem? Kárpitosként dolgozom, elmentem egy maszekhoz dolgozni, reggel 8-kor kezdtem, 12 órakor küldött el, mondván túl gyorsan dolgozom. Nagyon nagy a tempó. Csak heverő betéteket kellett csinálni. Tehát elküldte a társát, mert hogy túl gyors. Igen, hát az ő tempója lassabb volt a főnöké, és zavarta, hogy valaki nagyon teszi-veszi a dolgát.
De nekünk is volt egy recepciós lányunk, amit bemutattak nekünk, aztán soha többet nem láttam. Az egy nap volt. Ő is felállította. Szerintem az egy nap volt. Aha. De nagyon kedves, aranyos lány. Nagyon helyes volt. Valamiért nem jött többet. Román határ mellett egy gázfogadó állomást kellett hegeszteni, odaértem reggel 8-ra. Elkapott a cifra, de olyan szinten, hogy nem tudtam kijönni a tojtólból. 10 órakor mondták, hogy nekik erre nincs idejük. És elküldtek viszontlátásra. Mondom csak, hogy Zalában lakom, elég mínuszos volt a kör. Tomi küldte nekünk. 10 perc után rúgtak ki minket a barátommal butorkárpitos műhelybe, mert elkezdtük egymást lövöldözni a kompresszoros szögbelövőbe. Mondjuk ezt így jogosnak érzem. Szerintem az elég funny. Azt a mindenségit neki. Nem engem rúgtak ki, hanem egy ex-kollégám, élelmiszert terítő cégnél furgonnal jártuk, a csávó az első nap utcát kelt el autóból, hogy nem húzta be a kéziféket, helyben állva végignézte, hogy a kocsi mindennel együtt begurul a zárókba. 3,5 órát dolgozott aznap. Azért ez jó nagy kudarc élmény, nem? Tehát, hogy 3,5 óra után beborítod a kocsit tele áruval, az még ráadásul rossz is. Ez nem egy jó érzés. 18 évesen egy budapesti szórakozóhelyen pultoztam. 1 óra alatt annyi jégert megittam, hogy sugárba okáttam. Hazaküldtek. János küldte nekünk. A legnagyobb automata kapusz céghez mentem vezető pozícióba. 4. körös interjúztatás, megfeleltem, leszerződtünk. Első napom előtt este hívtak, hogy mégsem. Na, látod? 4 körös interjú. 5 perc előbb érkeztem, és megismerem a családot. Ápolónő vagyok, új munkahely, becsengettem, majd kijött a főnök asszony, és üvöltözik kezet, hogy 5 perccel előbb mentem, és a férje még alszik. Becsapta a kaput, visszament a házba. Várat utcán beültem a kocsiba, és hazettem 120 kilométert. Azóta van új munkám. Még itt. Svájcban ácsként dolgoztam, 7-kor kezdtünk, 9-kor reggel egy macska kilopta a kajámat, pont ott álltam, hozzávágtam a kalapácsot, a főnök kedvenc cicája volt, még aznap elzavarta 2 óra után. Egy új kamionsofőrt felvettek a céghez, első munkanapján mondták neki, mielőtt vezetne, csinálnak egy alkoholtesztet, ahol természetesen meg is bukott. Részegért az első napján 2 percet dolgozott, amíg a szonda feldolgozta az eredményt, ez eddig tartott. 1,5 óra alatt küldték el az új targoncást, leborított mindent és összetört mindent, amit tudott. Azt se engedték meg neki, hogy targoncával visszajön a helyére. Kikísérték a kijáratig. Nehogy véletlenül valami bekárt csinálják. Nehogy valami bekárt, igen. Balázsi! A Rádió Egyen! Na hát így, jó, hát így. 3 perc múlva, nem. 6 perc múlva, nem. 3 perc múlva, hogy? Engedd el. Nézd rá az órádra, ha tudni akarod, mennyi az idő. Nem érdekes. Ennyi. Ha rák hagyatkozol ilyen hülyeségekben, hogy mennyi az idő, akkor nem leszel okos. Hogy állnak az indiaiak? Nagyon. Még csak ott vannak. Nem. Csak keringenek. Új, de izgi. Nagyon drukkolok nekik. Ezzel beelőzték az oroszokat, meg a kínaiakat. Meg akkor talált az amerikaiakat is. Igen, és a dánokat. És bennünket is. És nem terveztek most semmi hasonlót, de beelőzték őket, az tény. Igen. Jött egy SMS, csak annyit írt, Prigozsi. Köszönjük. Köszönjük szépen. Hívjuk a naphallgatóját. Már itt is van? Igen. Vagy nem? Vagy igen? És mondja, vagy nem? Nem, gyerekek, nincs itt, de. Férfi vagy nő, fölveszi vagy nem, fiatal vagy idős, tessék? Igen. Legyen az. Férfi vagy nő, és más nincs. Balázsék, jó reggel, ciao. Hello. Hello, hogy hívnak? Balázs, hello. Hát nem, te lettél a naphallgatója. Egy történettel, nem is írtál vicceset, csak amit leírtál, ugye, amikor a portáig sem jutottál, és közölték veled, hogy nem értél felvételt, mint a legrövidebb. Igen, mint a legrövidebb munkavállaló történetét. Ezt leírtad nekünk, és hát ez annyira tetszett, hogy te lettél a naphallgatója, csak elfelejtetted mondani. Vagy nem számítottál rá? Nem számítottam. Na, hihetetlen. Ez most már így marad. Egy robottal beszél? Igen, ő egy... Ámítottam. Merre vagy, Balázs, mit csinálsz? Most tartok az éppen Németországból, kuvazló cégnél vagyok, ilyen kis dobozos autóval. Na, akkor oda felvettek. Ide nem, de na, oda jó, igen. Na, jó, hál' Istennek akkor. Igen, hál' Isten. Igen. Balázs, jobban is jártam. Jobban jártál. Látod, semmi nincs véletlenül. Akkor figyelj, ajándékcsomag nincs, de köszi, hogy írtál, meg köszi, hogy minket hallgatsz. Jó, rendben. Köszönöm. Szia. Hello. Ő egy NPC volt valószínűleg. Az. NPC. Furák voltak a válaszok. Nagyon furák voltak. Ő valószínűleg NPC volt. Na, gyerekek,
Mi vagyunk azok. Elmegyünk akkor, jó? Szevasztok. Nem akartok már nagyon semmit mondani, látom rajta. Nem, az a baj, hogy beszippantott most ez a dolog. Most ez nagyjából ezt ez találtam. Ez nem baj, ez ma rámentél erre a svájci ringára. Nincsen. Most éppen ugye szakértőket keresek, akik segítenek a restaurálásban, mert a nyereg is viszonylag rossz állapodon, úgyhogy szerintem rácsörgök Nyerge Zsoltra. Tegnap a Vegaburger, ma a bringa. Igen, ma már két napja beszipantott van. Igen, tegnap főztél, ma bringát kaptál, holnap illasz érte. Holnap végre mondasz valamit. Igen, holnap szakadjatok le róla, jó, ne jöjjön be senki. Ne hozzatok semmit, ne adjatok ajándékot, hagyjátok rendesen dolgozni, két napja szabadságom van. Ma bringákat és tegnap burger sütött érte. Holnap most már szólalj meg, haver. Én tegnap például még nem tudtam, hogy ma svájci hadikerékpárokat fogok nézegetni az interneten. Ami nem lenne baj, de viszonylag viszi a fókuszt. Igen. Próbálok meg koncentrálni, próbálok meg figyelni, de hiányzik az elejéről a címerpajzs. Igen, Jani 8 óra óta egy monitor bámul konkrétan üveges tekintettel. Én nem látom, mit néz, de el tudom képzelni, hogy... Kivel tudja megcsináltad ezt a dobféket egyáltalán? Igen. És hogy egyáltalán. Kié volt ez? Honnan szerzek a táskát? Miért is lefestve? A hétre nincs ajándék, nincs vendég, nincs feladat. Jó, se hagyjátok bélyen. Elég. Ja, és tegnap torkon szúrt egy vegán. Tehát van elég baja. Ja, holnap szerda, holnap te dolgozol rendesen. 20 éve ment le a kukába. Igen. Persze, hogy szétszórt vagyok. Igen. Na, jövünk holnap hatkor. Szevasztok. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel.